Szóval akkor be is mutatnám a mai beszélgetésnek a résztvevőit. Sajnos egy lány résztvevője lett volna a beszélgetésnek, aki nem tudott eljönni, úgyhogy sajnos a gender arány az nem olyan jó, csak fiúk vagyunk itt. És hát kezdeném akkor a legkésőbb jövővel. Már itt voltam 40 perc, csak nem jöttem rá, hogy itt van a dolog, és nem volt, mert ott is. Ja, jó, oké. Szóval Móró Levente, aki hát egyrészt ugye kutató, tudatkutató, a Turkuy Egyetemen PhD-zik, és hát sok cikket is letett már az asztalra ebben a témában, és nem kutatóként pedig talán onnan ismerhetitek, hogy a DAT2 nevű PsyHelp csoportot, vagy ártamcsökkentő szolgáltatást ő alapította, illetve ő az egyik oszlopos tagja, amely különféle fesztiválokon és hát elektronikus tánczenei rendezvényeken nyújt ártamcsökkentő szolgáltatásokat. Például legutóbb a Boom Fesztiválon is voltak, majd erről is fog, remélem, nekünk beszélni ma. Aztán itt van velünk Szigeti Balázs, aki hát a Drogriporteren van most egy új blogunk, a Dose of Science, egy ilyen tudományos cikkeket szoktunk publikálni angolul. Ennek ő a szerkesztője, szerzője. És hát egyébként elméleti fizikus, aki a Imperial College-ben diplomázott, majd utána pedig az Edinburgh-i Egyetemen neurobiológiával foglalkozott, és végül, de nem utolsó sorban Mánkó Gábor, aki pszichológus, és az érdeklődési, fő érdeklődési területe az transzpersonális pszichológia, és jelenleg pedig, ha jól tudom, akkor gyakornok klinikai pszichológus, vagy jelölt, bocsánat, klinikai pszichológus. Jól mondtam? Jól mondtam. Oké. Okay. És hát mind a hárman, illetve mégis engem beleértve érdeklődünk a pszichedelikus szerek iránt már elég régóta, szakmai szempontból is, és hát azért is így válogattuk össze a résztvevőket ma, mert nem ilyen nagy ágyúkat akartunk ma elhívni, hogy akik, hát ezt, szerintem ezt kimondhatjuk, tehát nem olyan embereket, akik már akik ilyen gurunak számítanak ezen a területen, hanem kimondottan fiatal kutatókat szerettünk volna beszélgetni arról, hogy ők miért választották ezt a területet, mi az, ami őket érdekli abban a területben, és hogy látják ennek a kutatási területnek a kihívásait, milyen izgalmas új trendek vannak. És hát ha jól tudom, mind a hárman voltatok múlt héten most hétvégén Prágában, ahol egy konferencia volt, a pszichedelikus szerekkel Beyond Psychedelics című konferencia, és hát erről is szeretném majd megkérdezni őket, hogy számoljanak be, hogy mik a legújabb trendek ezen a területen. Az első kérdésem az hozzátok, hogy egy kicsit mondjátok el azt, hogy miért érdekel benneteket ez a terület szakmai szempontból, hogyan kezdtetek ezzel foglalkozni, mi inspirált benneteket ebben, illetve hát, hogyha van ezzel kapcsolatos munkátok, kutatási projektetek, akkor ezt is mondjátok el nekünk. Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel üdvözlök mindenkit, a nagyon-nagyon szép számú közönséget, amiből természetesen az első konklúzió, hogy legközelebb egy legalább 150 fős kapacitású helyet fogunk az ilyen hasonló események számára kibérelni. Hasonló események igenis lesznek itt már, akik sajnos kénytelenek voltak elmenni a zsúfoltság miatt, azoknak már egy próbáltam vigaszként bedobni, hogy ezt novemberben valószínűleg megismételjük ezt az eseményt, illetve hát van a Multidisciplináris Társaság a Pszichedelikumok Kutatásáért nevű egyesületünk, amivel előadássorozatokat csináltunk már korábban is, kettő részes volt a sorozat, ha jól emlékszem, de hogy mindenképpen ezt meg szeretnénk ismételni, tehát új előadókkal, vagyis esélyesen be fog indulni ez az előadás sorozat most az ősszel, és akkor akár ezt a kis filmet még egyszer levetíthetjük az Amsterdami konferencián a Petyáék által készített kis rövid dokumentumfilmet, mert nagyon jól bemutatja a jelenlegi helyzetet. Ez az Amsterdami konferencia, ahol Bazsival és Gáborral szintén ott voltunk, mint hogy
vagy a prágain is a múlt hétvégén, ez egy nagyon, nagyon jó átfogó képet adott az egész szakterületről, hiszen az USA-ból is érkeztek szép számmal a csúcskutatók. A prágai konferencia effektíve ugyanez volt, csak Prágában, ugyanazokkal a kutatókkal, de ott is jót bandáztunk végül is. És igen, tehát hogy az egészet így elkezdve, személyesen én a tudatkutatással foglalkozom, és azon belül a módosult tudatállapotokkal, és hát ez így a megszokott settingbe, álomkutatás, hipnóziskutatás, stb. És én a hipnózis, illetve hát a hallucinációk révén, a hallucinogénszereken keresztül hát a pszichedelikumokat választottam, mint a speciális érdeklődési területem. Ezen belül van egy elég jó nevű publikációnk, ez a pszichonautákról szól, ezt 5 éve írtuk, és ennek elég sok hivatkozás van rá, azt hiszem körülbelül 30, ami elég jó hivatkozás mennyiségnek számít. És ezen keresztül elkezdtem járni a pszichedelikus konferenciákra, most össze is számoltam, hogy az azt hiszem a 14. volt így az elmúlt 12 évben. Ez ahhoz kapcsolódik, hogy a pszichedelikus kutatásnak egy nagy reneszánsza lett most az elmúlt, hát körülbelül 5-10 évben, mert előtte, lehet, hogy ezt tudjátok már, de hát körülbelül a 60-as évek vége óta, a 70-es évek eleje óta be voltak tiltva azok a szerek, amik a lehető legérdekesebb módosult tudatállapotokat tudják előidézni, illetve amikkel nagyon érdekes kutatásokat lehet végezni. Szerintem ki fogunk térni majd úgyis a beszélgetés során arra, hogy milyen szerek, de itt azért a filmbe is belettek mutatva. Itt az a, például a jelenlévők közül a Gábor, ő a terápiás alkalmazások irányába orientálódik, a Bazsi a neurobiológiát, illetve hát azt a megközelítést képviseli. Hát jó magam inkább a fenomenológia és például a spirituális élmények, vagy pedig a droghasználó közösségek témájában kutakodom. Mit mondjunk még? Jó, akkor átadom Bazsinak a mikrofon. Először én is köszönteni szeretnék mindenkit, aki eljött ma este ide. Ahogy a Peti mondta, én egy kicsit más úton érkeztem ehhez a témához. Én fizikát tanultam eredetileg, és aztán átmentem neurobiológiára PhD-zni. És konkrétan a pszichedelikus szerekkel, ami ahogy nekem az érdeklődés elkezdett irántuk, hogy a 60-as évek híres amerikai pszichológusa, Timothy Leary, aki ugye a hippi mozgalmat vezette, őneki az egyik könyvében nagyon erősen amellett érvel, hogy a tudatkutatáshoz milyen hasznos szerek lesznek az LSD, a gomba, meg ezek a különböző pszichedelikus szerek, és ugye ennek az körülbelül a logika, hogy ezekkel ilyen nagyon erős, módosult tudatállapotokat tudunk elérni, és hogy ezáltal egyfajta betekintés jelentenek, hogy hogyan működik az agyunk. Most már azért egy jó pár éve én is mozgok ebben a témában, és azért most már azért jóval szkeptikusabb vagyok ezzel az állásponttal kapcsolatban. Itt sok olyan nagy mondat hangzott el, hogy az LSD az lesz a tudatkutatásnak, ami a biológiának a mikroszkóp volt, meg a csillagászatnak a távcső. Hát ennyire közel sem bizonyult hasznosnak ezen az alapkutatási szinten. Az egyik dolog, amit én ki szeretnék emelni, és majd aztán szerintem ebbe máshol is bele fogunk menni, de hogy ezen a pszichedelikus reneszánszon, ami most zajlik, ez elsősorban az alkalmazásról szól. Tehát, hogy hogyan tudjuk ezt pszichoterápiában használni, hogy különböző mentális betegségeket gyógyítsunk, és erről majd a Gábor fog bővebben tudni beszélni. Tehát ez az egyik irány. A másik az meg inkább ez a neurobiológia, jól ezeket a szereket, meg az agy megértésére próbáljuk használni. Ennek is abszolút van most egy ilyen reneszánsza, egyre több laborban használják, de azért ez a mostani fellendülés, ez szerintem elsősorban annak köszönhető, hogy pszichológusok, pszichiáterek tudják klinikai vizsgálatokon keresztül bizonyítani, hogy ezek sokkal hatékonyabbak, mint a pszichiátriában használt klasszikus gyógyszerek. Ami a saját kutatásaimat illeti, én a metilén-dioxi-metamfetaminnal, azaz MDMA-val foglalkozok, ami a klasszikus extázi tablettáknak a hatóanyaga.
Amit tudni kell az MDMA-ról, hogy ez tulajdonképpen egy szerotonergikus neurotoxicitást okoz, ami bonyolultnak hangzik, de igazából csak annyit jelent, hogy tudja károsítani olyan idegsejteket, amelyek szerotoninnal kommunikálnak egymással. És ennek egy eléggé jelentős irodalma van, ezek többnyire 80-as, 90-es években, vagy inkább 90-es, 2000-es években keletkezett tanulmányok, amelyek hozzá is árultak ahhoz, hogy tiltott legyen ma ez a szer. És amit mi meg tudunk mutatni ezzel kapcsolatban, hogy amiről most fogunk leadni egy publikációt, hogy a jelenleg a tudományos irodalom az nagyon ilyen extrém fogyasztókkal foglalkozik. Tehát olyan emberekkel, akik nagyon gyakran és sok extázi tablettát használnak. Tehát, hogy mondjak arányokat is, a jelenlegi tudományos kutatások leginkább olyanokkal foglalkoznak, akik havonta 2-3 alkalommal 2-3 eki tablettát dobnak be. Úgyhogy ne adj Isten, van valaki olyasmi, aki ebben az adagolásban van, annak mindenféleképpen azt javasolnám, hogy próbálj meg egy kicsit lejjebb tekerni, mert ez nagyon-nagyon magasnak számít. Szóval, ami cikket most le fogunk adni, az tulajdonképpen ezeket a klasszikus publikációkat próbálja megcáfolni azon keresztül, hogy igaz, hogy létezik ez a káros hatása az MDMA-nak, de ez csak akkor lép fel, vagy csak akkor bizonyított ez a hatás, hogyha nagyon magas adagokkal dolgozik, tehát a fogyasztó nagyon sokat fogyaszt. Köszönjük, Bazsi. Gábor. Üdvözlök én is mindenkit, aki eljött és hallgat minket. Ahogy mondták itt előttem, engem inkább a terápiás része érdekel, de mondanám, hogy az egyetemen találkoztam vele, viszont ott igazából drogprevenciós egészségfejlesztést tanultam, ahol az ártalomcsökkentés része mondjuk az megfogott, és ezen az idő alatt parti szervizeskedtem is a Kékpontban, szóval így terepmunkában is találkoztam olyan esetekkel, akik nyilván beszámoltak azokról, hogy milyen hatásmechanizmus zajlik le bennük, illetve megláttam már ott is egyetem során a terápiás jelentőségét. Majd utána kutakodtam a témában, és miután rájöttem, hogy ez nem egy elvetélt hülye ötlet, hogy ezzel terápiás dolgot lehet csinálni, mert attól függetlenül, hogy be lett tiltva, mégis rengeteg tanulmány született, illetve ugye előbukkantak újra a tudományos emberek és kutatók, akik előhozták ezeket az anyagokat, mint terápiás megfontolásból. Így én is úgy éreztem, hogy jó, akkor még jobban belevetem ebbe a témába magam, és elkezdtem érdeklődni a pszichedelikus asszisztált terápia iránt, ami azt jelenti igazából, hogy nem ez az anyag, ami folyamatosan ad, szóval nem egy pszichedelikumot adnak folyamatosan egy illetőnek, szóval ez nem azt jelenti, hogy gyógyszert kiváltja a pszichedelikum, hanem folytatnak egy terápiát, és a terápia közben beszúrnak olyan sessionöket, amikor pszichedelikummal egy élményt kap az illető, ezt az élményt integrálják, és itt például tud olyan mélyre menni, hogyha el van akadva az illető, hogy utána a terápia az csak pozitív irányba tud például menni. Azért mondom, hogy csak, mert ugye rengeteg olyan sztorit lehet hallani, hogy valakinek rossz élménye volt, bepánikolt, előjöttek bizonyos mentális betegségek. Az én tapasztalatom, illetve amit én tudok, és látok, és hallok, az általában mindig abból adódott, hogy vagy magára hagyták az illetőt, vagy nem volt ott egy olyan ember, akiben megbízik, nem volt ott egy olyan ember, akibe azt tudja, a bizalmát tudja helyezni, és aki egy stabilitás, egy vonatkoztatási pont a trip alatt. És hát igen, a magára hagyottság az pánikot tud gerjeszteni, és utána meg elkezd ugye a pszichedelikumot hibáztatni, hogy ugye ő ez rossz, hogy ehhez soha többet, mert hogy ez nála is mit okozott. Abba lehet, hogy nem gondol bele, hogy igazából ez kinyitott egy bizonyos ajtót, amivel lehetett volna dolgozni, csak hogy ő bement, megrémült, és ez mind benne volt, amit egyébként ki lehet oldani. Több ilyen eset is volt egyébként a parti szervizeskedés közben. Valahol az ártalomcsökkentés erről is szól, hogy tudatos használatot hirdet, hogyha már csinálja az ember, akkor tudja, hogy mit csinál, és hogyan csinál, és hogy hogyan alkalmazza azt, hogy például fejlődést okozzon magának.
Köszi szépen. Egy kicsit akkor beszéltek nekünk arról, hogy most voltatok éppen Prágában egy ilyen konferencián. Mik voltak így a fő témák, és volt esetleg olyan izgalmas új beszámoló kutatásról, amiről esetleg beszámolhattok nekünk? Igen, hát nagyon sokféle előadás volt a mindkét konferencián. Szerintem fel lehet osztani kicsit a tudományosabbra, meg a kevésbé tudományosabbra. A kevésbé tudományos az itt jelen esetben azokat a dolgokat jelenti, amik inkább így kulturálisan, vagy társadalmilag, vagy valami hasonló ilyen soft módokon kapcsolódnak a pszichedelikumokhoz. Én egy kicsit visszanyúlnék még így az elméleti keretekhez, mert ez a kategorizálás, vagy ilyesmi, az talán jobban rávilágít, hogy milyen témák vannak lehetségesen egy ilyen konferencián. Tehát a pszichedelikumkutatásoknak egy része az nem emberkutatás, hanem akár sejtszintű kutatás, vagy állatkísérletek. Ezek általában lehetségesek voltak mindeddig, ami nem volt lehetséges, az az emberkutatás, tehát hogy élő, egészséges emberi alanyoknak kísérleti környezetben szereket adni. A sejtkutatásból tudunk bizonyos mechanizmusokat, hogy hogyan hat egy bizonyos szer egy bizonyos belső működésre. Az állatkísérletek azok, hát ez persze kérdéses, hogy mennyire modellezik így az emberi szervezetbe bejutó szereket, viszont az emberkísérleteknél ott egyrészt az hatott arra, hogy most egy ilyen reneszánsz van, hogy a 60-as évek végén leállított kísérletek óta nagyon sokat fejlődött a kutatási technológia. A régi kísérleteket, egyébként is a kísérleti módszerek is fejlődtek, tehát manapság, hogy egy magára adó tudós az azért, ha csinál egy kísérletsorozatot, akkor ott ad egy hatóanyagot, plusz egy másik kontrollcsoportnak ad valamilyen placebót, illetve kettős vagy kísérlet szokott lenni, ami azt jelenti, hogy se az alany nem tudja, hogy ő most rendes cuccot kapott-e, vagy pedig valami kamut, illetve maga a kutató, vagy az, aki evaluálja az alanyokat, az se tudja, hogy az alany mit kaphatott. Tehát ezek ilyen új sztenderdek lettek azóta, illetve ami nagyon sokat fejlődött, az az agyi képalkotó eljárások. A PET eljárás, illetve az fMRI, ezek tipikusan hát a 80-as, 90-es évek óta vannak, de hát a 2000-es évek eleje óta iszonyatosan megnőtt az agyi képalkotó eljárásos kísérleteknek a száma. Ezeket nagyon ismerhetitek is, mert hogy persze minden reklámban, médiában benne van, amikor csinálnak valamilyen szép kísérletet, és akkor nagyon szép színes képek lesznek az agy, így felvillan, meg világít pirossal, kékkel, stb. Ezt itt a Bazsi már említette is, hogy azért van egy kis szkepticizmus ez iránt, tehát hogy nem minden ilyen azt jelenti, hogy most volt egy szörnyű nagy áttörés így a kutatásban, de az biztos, hogy ezt a lukat, ezt mindenképpen be kell tömni a tudásban, ami amiatt keletkezett, hogy egyszerűen nem volt lehetőség emberekkel kísérletezni. Most az elmúlt néhány évben például Londonban lehetséges lett embereken LSD-t és pszilocibin kísérleteket csinálni úgy, hogy közben berakják őket az fMRI szkennerbe, különböző feladatokat adnak, illetve hát csak azt nézik, hogy egyáltalán mit csinál az agyukban a bizonyos hatóanyag. Ami szintén fontos, az a páciensekkel való kísérletezés. Itt egyrészt persze gyógyítás a cél, talán ez a legfontosabb cél. Itt már említve is lett, hogy például a poszttraumatikus stressz betegségnek a kezelésére, például háborús veteránokba, vagy pedig szexuális erőszak áldozatává vált embereknél ez egy ilyen támogatott terápia. Ennek az eredményeit például ismertették a konferencián, illetve van egy olyan alkalmazás, amit hát nem lehet gyógyításnak hívni, mert hát nem fog meggyógyulni tőle a páciens. Ez az úgynevezett hospice alkalmazás, ami azt jelenti, hogy a végső stádiumban lévő betegeknél egy megtámogatott pszichedelikus utazás után ők jobban el tudják fogadni azt a tényt, hogy hát ők meg fognak halni, illetve hát ez hozzásegíti őket, hogy jobban feldolgozzák az egész életüket, és akkor valahogy ez az egész haldoklási folyamat, ez valahogy minőségibbé legyen téve a számukra. Ez a hospice alkalmazás, ez jelenleg is folyik, pszilocibint használnak például hozzá. Vannak egy kicsit kapcsolódó dolgok, erről is szó volt a konferencián, például a ketamin, amit hát persze a újságokból általában a lónyugtatóként ismerünk, viszont ez egy nagyon nagy felfedezés volt, amit az elmúlt 50 év egyik legnagyobb
áttörésének tekintenek a depresszió kezelésében, hogy a ketamin az egy ilyen egyalkalmas terápiával nagyon jelentősen tudja javítani azoknak az állapotát, akik olyan mély szorongásban vannak, vagy voltak, hogy azt más módszerekkel, más gyógyszeres módszerekkel, vagy egyéb terápiával nem lehetett gyógyítani. Úgyhogy ez például egy ilyen új kapcsolódó dolog. És akkor a soft dolgok, amik előfordulnak a konferencián, azok hát például ezek a sámános dolgok, tehát hogy hogyan teszi tönkre mondjuk az ayahuasca turizmus a dél-amerikai közeget, illetve hát ez az egész dolog, hogy mennyire autentikus így ez a sámános gyógyítás. Van egy csomó persze lehúzás itt, hogy a gringók elmennek, aztán valaki úgy néz ki, mintha sámán lenne, és akkor ott különböző kókler terápiákat rájuk nyomnak, illetve ők fizetnek érte persze. Tehát, hogy nagyon sokféle kulturális vetület is van ebbe az egészben. Ja, Bazi? Ami az aktualitásokat illeti, azt szerintem fontos kiemelni, hogy november 29-e valószínűleg egy nagyon fontos nap lesz a pszichedelikus gyógyászat történelmében, mert aznap Washington DC-ben fog összeülni az FDA, az a Food and Drug Administration az USA-ban, akik szabályozzák azt, hogy milyen anyagokból lehet gyógyszert csinálni, és ezen a találkozón a MAPS-el egy a Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, akik vezetik ezeket a kísérleteket, ők találkozni fognak, és együtt meg fogják vizsgálni, hogy az úgynevezett második fázisú klinikai vizsgálatok során milyen hatékonynak bizonyult az MDMA. Amit itt fontos kiemelni, hogy az MDMA, tehát ugye konkrétan ebben a kísérletsorozatban erre a PTSD-re, tehát a poszttraumatikus stressz-szindrómára alkalmazzák, és ez azért nagyon-nagyon fontos, és szerintem ez egy nagyon okos és jó stratégiai lépés volt a MAPS-től, mert rengetegen jönnek vissza a különböző USA közel-keleti háborúiból, és jelenleg ott tartunk, hogy több a háborúból hazatért veterán lett öngyilkos, mint ahányan magán a harctéren halnak meg. És akkor nyilvánvalóan itt ezeknek a szerencsétlen embereknek rendkívül nagy, tehát nem csak az embereknek egy óriási megterhelés, akik elszenvedik ezeket, de ez egy iszonyatos anyagi költség is a társadalomnak, hiszen ezek többnyire fiatal emberek, mondjuk elmennek háborúba, hazajönnek, 21 évesen rokkantak lesznek, és akkor következő 60 évben a társadalomnak kell őket eltartsa. Úgyhogy már most, amíg csak kifejezetten a veteránok ellátására körülbelül költség lesz, az ilyen 130 milliárd amerikai dollár. Tehát ez egy iszonyatos összeg, és ennek körülbelül a 40%-a az pszichiátriai kezelés. És amit fontos kiemelni, hogy a PTSD betegeknek, hát 40-60%-a az ellenáll a mai modern kezeléseknek. És akkor itt jön képbe az MDMA, hogy amelyet szintén alkalmaznak a PTSD-nek a kezelésére, és hát ezeknél, amik egyelőre adatok kiszívál, vagy azok a vizsgálatok, amik lezárultak, azok alapján az MDMA terápia azért jóval-jóval hatékonyabb. Hogy szintén a Gábor kiemelte, és ez fontos, de még egyszer meg szeretném említeni, hogy ami egy ilyen nagyon fontos különbség, ilyen klasszikus pszichiátriai kezelés és a pszichedelikus terápia között, hogyha mindig valaki Prozacot szed, vagy valamilyen más standard antidepresszánst, akkor azt minden nap be fogja szedni. Itt ezzel szemben egy ilyen MDMA terápiánál mindössze egy 2-3 alkalomról beszélünk. Ami szerintem egy ilyen gyakori félreértés, vagy nem félreértés, de amit fontosnak érzek kiemelni, hogy a pszichedelikus szerek igazából nem a farmakológián keresztül működnek. Tehát, hogyha valaki lázas és bevesz lázcsillapítót, akkor onnantól kezdve elmehet filmet nézni, olvasni, teljesen mindegy, hogy mi a láza, csökkenni fog. A pszichedelikus szereknél, amikor mondjuk valaki bevesz MDMA-t erre a PTSD-re, senki nem azt gondolja, hogy ez olyan molekuláris változásokat fog beindítani az agyba, amik ezt a PTSD-t kitörlik. Nem erről van szó, hanem egy olyan pszichis állapotot teremt az MDMA, amiben ők fel tudják dolgozni a traumát. De ez kell a páciens is, őnek is aktívan részt kell vennie ebben a folyamatban. Az MDMA-t angolul a love meg hug drugnak is hívják, tehát ez egy ilyen nagyon szeretetteljes és egy ilyen pozitív, biztos érzést ad, hogy az emberek ezért bulikon is nagyon szociálisak lesznek tőle, de ez arra is jó, hogyha valakinek van valami olyan nagyon fájdalmas élmény, amit például a harcnész téren szerzett, akkor
ezeket az emlékeket elő tudja hívni biztonságban. És a terápia után egy ilyen valamivel pozitívabb érzelmi azonosulása lesz az élményhez, tehát azt a nagyon negatív érzelmi töltetet azt képes ezt felülírni. Tehát visszakanyarodjak tehát november 29-én lesz az MDMA-nak erre a PTSD-re az átnézése a jelenlegi adatoknak, és utána indulhat a harmadik számú klinikai fázis, ami tulajdonképpen ugyanaz, mint a kettes, csak sokkal több emberre lehet megvizsgálni, és hogyha minden jól megy, akkor az USA-ba 2021-re lehet gyógyszer az MDMA-ból. Ami még így a prágai konferenciára, az aktualitásokat, vagy ilyen konkrét áttekintése a vizsgálatoknak. Tehát van a pszichedelikus gyógyászaton belül ez az MDMA a PTSD-re, és ez messze az, ami a legelőrébb van. Ebből lesz legelőbb, ha valamiből, akkor ebből lesz legelőször gyógyszer. És akkor emellett vannak még a másik egy ilyen nagyobb vonal, az a különböző varázsgombás kutatások, amelyek elsősorban a John Hopkins John Hopkins Egyetemen, meg különböző baltimóri kórházakban zajlik. Ez a Roland Griffiths nevű amerikai kutatónak a témája. És ezek azért még ilyen jóval kisebb létszámú kutatások, tehát itt még csak ilyen, azt mondom, a legutolsó tanulmányukban 36 fő volt, és itt inkább általánosan szorongást és különböző depresszív tünetegyütteseket tartanak számon, de mire a varázsgombából adott esetben ilyen bevett gyógyszer lehet, az azért még jóval hátrébb van az MDMA-nál. És ami még hozzá szeretnénk gyorsan tenni, hogy ami még így még ugye az LSD, ami egy ilyen nagy pszichedelikus gyógyszer, és kétségtelen, hogy ezzel is vannak új kutatások, de sokkal kisebb számban, mint a gombával vagy az LSD-vel. Nek elsősorban az az indoka, hogy az LSD-nek sokkal rosszabb a sajtója, mint a többi szernek, meg amit azért fontos tudni, hogy a legtöbb ilyen halucinogén szernek, tehát az ayahuasca, az LSD, a varázsgomba, ezeknek azért eléggé hasonló a hatásuk. De a gombának megvan az a hasznos tulajdonsága, hogy relatíve rövid, egy olyan gombás élmény az olyan 6-8 órát tart. Mondjuk az LSD ezzel szemben inkább 12 órát. Tehát a gomba egy ilyen rövidebb, kompaktabb utazást ad, és tulajdonképpen egy rövidebb idő alatt megkaphatja a páciens ugyanazt az élményt. Gábor? Igen, egyébként ugye a poszttraumatikus stressz szindróma mellett még a depresszió lesz szerintem az egy nagyon érdekes irány, ahogy te is mondtad, mert ugye hát a világon 350 millió ember szenved depresszióban, és ott is egy ilyen 20% az, akik rezisztensek a hagyományos antidepresszáns gyógyszerekre, úgyhogy az még egy nagyon érdekes irány lesz a kutatásnak. Gábor, te még esetleg valamit a prágai konferenciáról? Mondjuk már elég sok mindent elmondtatok, de talán akkor a soft témákról, ami engem jobban érdekelt, meg a terápiás megközelítés. Lehet, hogy már olvastátok, az egyik, jó mondjuk ez pont kutatás, az ego dissolution, vagyis az ego szétesés, ezt mindkettő az ayahuasca-nál, illetve a pszilocibinnél is kimutatták agyi képalkotásnál, hogy bizonyos ego összetartó funkciók azok szétesnek, ami most lehet, hogy rémisztően hangzik, de igazából ez pont azért kell, hogy mélyre tudjon menni az ember, és utána újra össze tudja rakni azt a manér nélküli egót például, ami ott volt. Szóval nagyon sok terápia arról szól, hogy találd meg önmagad, és hogyha megtalálod önmagad, akkor utána hagyd, hogy kifejlődj, mert hogy a te csírád az ott, mint a fának is a magja, tudja, hogy mivé kell nőni, és hogy azt gondoznod kell. Na most oda ugye le kell menni, sok mindent át kell törni, ami félelmetes lehet, ezekbe bele kell menni, és ugye sok ayahuasca szertartáson résztvevő illető már mondta, hogy hát igen, ő már belehalt. Ezek a halálok, ezek nem azt jelenti, hogy fizikailag meghalt, hanem belehalt valamibe, ami utána feloldotta benne azt a blokkot, amivel utána sokkal jobban tudott működni. Érdekes volt számomra például arról hallani, amikor arról meséltek, hogy bizonyos, hát nem is tudom, hogy ezt hogy nevezik, hogy az óriási dózisú gomba megevése, ilyen 20-25 grammot mondott az illető, bár lehet, hogy őt már gyerekkora óta egyébként a törzsben már erre nevelték. Hát
érdekes, és természetesen hozzátette, hogy ezt nem javasolja otthoni próbálásra, nem javasolja mindenkinek, mert hogy ezzel viszont már olyan mélyre megy az ember, hogy már mint az Underworld, szóval, hogy ott már lehet, hogy tényleg a poklok poklát járja meg, és félelmetes is lehet. Ezután jött az előadás, a mikrodózing. Azért néztem az illetőnek az arcát, aki előtte a sokról beszélt, hogy ő mit szólhat a mikrodózingról, de a mikrodózingnak is megvan a hatása, ez ugye azt jelenti, hogy olyan mennyiséget vesz be az illető, akár húzamosabb ideig, napokon keresztül, hónapig, amiben nem érzi a hatását, hanem tényleg egy küszöb alatti mennyiség, csak hogy legyen, mert hogy a háttérben működik ez a szer, és lehet, hogy csak azt fogja észrevenni, hogy nem szorong annyira, vagy hogy jobb a kedve, vagy hogy több energiája van. És ugye ezt napra kiterjesztve levezették, hogy melyik napszakban milyen pozitív hatással lehet. Még egy kicsit annyit a gyógyászati részénél, hogy sokszor ugye kiemelik a vizualizált, a vision-t, a képeket, a különböző misztikus élményeket. Nem feltétlenül erről szól a gyógyulás. Főleg az ayahuasca-nál szokták mondani, és ott kifejezetten van egy olyan rész, amikor a belső fizikai tisztulásra mennek rá, vagyis, hogy hát ugye a hányás, a purgálás, ezt lehet mondani, mert hogy ténylegesen immunerősítő hatása van, rákellenes sejteket boostolja, ami azt jelenti, hogy az immunrendszer egy olyan löketet kap, ami ténylegesen képes meggyógyítani betegségeken. És szokták mondani törzseknél, hogy az csak mellékhatás, hogy most látsz-e valamit vagy sem. Egy érdekes iboga előadás volt, ahol arról is szó volt, pont ennek kapcsán jutott eszembe, hogy először az illető kap víziókat, egyre többet, mert ugye azok a dolgok azok, amikkel dolgozni kell. Most, hogyha ezekkel dolgozik, belemegy. És lehet, hogy még ott nem is érti, hogy most azok a képek miért jöttek, de belement, akkor egy idő után egyre kevesebb vízió jön, mert azokat tisztázta magában, szóval már nem kell azokra fókuszálni, és lehet, hogy a végén már nem lát semmi víziót. Egyébként ez tényleg nagyon érdekes, mert még talán egy dolgot nem említettünk, csak a filmben volt az addikció. Ugye ez a tévhite ezeknek a pszichedelikumoknak, ami miatt tiltólistára tették, mert hogy mennyire addiktív, hogy mennyire függőséget okoz, és hogy ezt nem szabad hagyni az embereknek. Na most, ahogyan ott volt egy lista is, hát kimutatták, hogy igazából ugye a legális szerek azok a legaddiktívabbak, legnagyobb függőséget okoznak, az alkohol, a nikotin, pszilocibin, LSD, ezek nagyon-nagyon csekés, sőt igazából nem okoznak a függőséget, és ahogy egy nagyon jó előadó mutatta, hogy miért az ayahuasca az sem okoz függőséget, aki már tudja, hogy ayahuasca szertartás, hogy fogyasztott már ayahuascát, volt szertartáson, és csak a szagát megérzi, hát ott minden van, csak craving, csak az nincs, hogy most ezt kívánja, hogy ezt megigya. És hogy az iboga a leghatásosabb az addikcióban, hogy ténylegesen leszokjon az illető, nagyon durva heroin és opiát függőket szoktak ezzel leszoktatni, de ugyanúgy már az említett John Hopkins Egyetemen dohányzásról való leszoktatással és sikereket érnek el. LSD is lehet, de az LSD az tényleg hosszú folyamat, a pszilocibint azt emiatt jobban szeretik. Mondjuk Svájcban azért az LSD terápiás része, az még amikor legális volt, akkor ott még elég, hát akkor még LSD-vel csinálták ezt, és én úgy tudom, hogy ott az volt például a terápiás vizsga, hogy egy nagy dózisú LSD-t vett be a vizsgázó, beült egy bizonyos pózba, kapott zenét, amit ugye szétvihette volna, és hogyha szétcsúszott, akkor megbukott. Mert ugye azt bizonyítani kell, hogy annyira, hogy már annyi mindenen keresztül ment, hogy már egy stabil self mag van benne, amivel, hogyha ott lenne egy páciens, bármi történhet, ő nem csúszik szét, nem esik szét, meg tudja tartani a környezetet és biztonságot tud teremteni az illetőnek. Ez egy nagyon fontos egyébként, hogy tényleg az egyik az a biztonság, hogy biztonságban érezze magát az illető, a másik meg, hogy ott legyen valaki, aki figyel rá, és én majd nem tudom, hogy lesz ilyen kérdés, de lehet, hogy lesz, hogy azért itt többször mondták, hogy hozzáférhetőnek kell tenni az embereket ezekhez a szerekhez.
Ami valamilyen szinten igen, szóval, hogy persze legyen hozzáférhető, de én nem szeretném, hogyha megint abba a csapdába esnénk, hogy akkor hazaviszi az illető receptre, és akkor megint ilyen rossz trippeket kap, mert hogy nincs ott senki, valami közbeszólt, nem olyan körülmények között csinálta. És szerintem ezt legelőször az embereket igen, szóval szakembereknek kell szocializálni, hogy ezt hogyan kell használni, és utána már miután tudja azt a szert használni, akkor akár otthon is csinálhatja, de hát ez még a jövő, ki tudja, hogy mennyire távoli, reméljük annyira nem. Igen, ez érdekes, hogy mindannyian említettétek ezt, hogy mennyire fontos az, hogy milyen környezetben és milyen hozzáállással fogyasztanak az emberek szereket, és így említetted, hogy ugye a legális szerek a legaddiktívabbak. Azért ahhoz is érdekes elmondani, hogy mondjuk a dohányzás, ugye a dohány az egyik legaddiktívabb szer, amit ismerünk, de hogy a dohánynak is azért a tradicionális használata Dél-Amerikában az teljesen más, mint amit itt mi ismerünk, hogy mondjuk kiveszed a cigis dobozból a előre megsodort cigit. Én például voltam egyszer az első ilyen ayahuasca szertartás, amin voltam, ott így a sámán oda nyomott a tenyerembe egy ilyen folyadékot, és akkor kérdeztem, hogy mi ez? Hát ez dohány. És akkor azt kell felszívnod az orrodba, és hogy ez egy teljesen más formája a dohány fogyasztásának, mint amit itt a 20.-21. században Európában elterjedt. Tehát nem mindig a szer az, ami abúzív, hanem az emberek, akik használják, és ahogy használják. Egyébként itt a filmben is, mert pedzegették azt a témát, hogy a gyógyászati felhasználással kapcsolatban, hogy a gyógyszeripar az igazából nem érdekelt abban, hogy ezek a szerekből törzskönyvezett gyógyszerek legyenek. Például ugye sokkal inkább megéri az, hogy naponta szedhető antidepresszáns tablettákat állítson elő a gyógyszeripar, mint az, hogy ezekkel a szerekkel valaki akár hosszabb távra is megszabaduljon ezektől a problémáktól. Erről ti mit gondoltok, hogy mennyire válhatnak valóban mainstream, törzskönyvezett gyógyszerek ki ezek a szerek? Ez valóban teljesen logikus, hogy üzleti alapokon nem érdemes nagy mennyiségű időt, energiát, erőforrásokat beleáldozni abban, hogy egy például olyan betegségekre, amik hát annyira nem világméretűek, olyanokra egy ilyen egy-két alkalmas terápiás szereket kifejleszten egy-egy gyógyszergyár. Ez, ha jól emlékszem, még a MAPS elnökének, a Rick Doblinnak az egyik beszédéből, akkor körülbelül 100 millió dollárba kerül egy gyógyszergyár által fejlesztett szernek a kifejlesztése. Ebben benne van sok mindenben, benne van az összes olyan szer is, amivel elkezdik a kísérleteket, de azok nem válnak be, mondjuk túl sok a mellékhatásuk, és ezt már mondjuk lehet, hogy már az állatkísérletekben kiderül, illetve az olyanok, amit vissza kell hívni a piacról, miután mondjuk már ki is tették őket a kereskedelmi forgalomba, tehát ez 100 millió dollár. Ha jól emlékszem, azért a MAPS az próbál egy vagy 10 millió dollárból összehozni egy MDMA-t, mint gyógyszert. Amit itt említve lett a dohányzásról leszoktatása a gomba segítségével, szintén egy ilyen egy-két alkalmas terápia, bár a pszilocibin esetében ez egy kicsit más, mert hát ez egy természetesen előforduló hatóanyag, amit nem tud egyik gyógyszergyár sem magának leszabadalmaztatni. Viszont ezt a dohányzásról leszoktató pszilocibinnal megtámogatott folyamatot is azért nem úgy kell elképzelni, hogy bemegyek, aztán doki nyomas egy pár kalapot, azt majd leteszem a cigit, hanem ez egy hosszú pszichoterápia, benne van az egyébként is, amit a terápiának az összes része, tehát hogy nem tudom, naplót kell írni, meg kell fogalmazni, hogy valaki miért érez kényszert, milyen helyzetben a cigaretta iránt, utána el kell képzelni aktívan, hogy milyen jó lesz neki majd, hogyha nem dohányzik, stb. Tehát ez egy nagyon részletes és hosszú terápia, és akkor ennek egy részeként van egy ilyen egy vagy két alkalmas pszilocibinnal megtámogatott terápia, ami mint ki is derült, hát nem igazából a hatóanyagról szól, hanem az egész támogatásról. Ez így esélyes lesz, hogy a MAPS az MDMA-t kifejleszti valamikor. Erről kitaláltak egy pár érdekes mechanizmust, pont ezért, hogy a gyógyszergyárak ne tudják így ellehetetleníteni a dolgot. Van egy norvég alapítvány, akik azt találták ki, Emma Sofia alapítványnak hívják,
azt találták ki, hogy csináljunk crowdfundingot, és a crowdfundingból fizessük ki egy gyógyszergyárnak azt, hogy a gyógyszergyár nagy mennyiségű MDMA-t gyárt le, és ezt a MDMA kutatók, illetve az arra szoruló pácienseknek a rendelkezésére bocsátja ingyen. Ez egy elég érdekes modell, tehát itt az van, hogyha mindenki belead mondjuk 1 eurót, akkor abból le lehet gyártani olyan mennyiségű MDMA-t, amiből mondjuk a kísérletsorozatot is le lehet folytatni, illetve a páciensek is kaphatnak belőle. Ez egy egész új modell, ez szerintem eléggé érdekes, és jól illik ebbe a képbe, ami mostanában van, hogy különböző kutatási projektek crowdfunding alapon működnek. Még itt az előzőből kimaradt, amikor szerintem a terápiás alkalmazásokat nagyon szépen így összeszedtük. Még van egy vonulat, ami nem lett megemlítve, ez a pszilocibinnel végeznek spiritualitás témájú kutatásokat is, mert hogy kiderült, hogy a pszilocibin az olyan misztikus élményekhez képes hozzájuttatni az alanyokat, amit azok az életük 5 legfontosabb élményük között tartanak számon, és ezt most már ki lett mutatva, hogy ez nem csak egy ilyen egyszeri élmény, hogy akkor a következő héten így nagyon van afterglow, meg ragyogás, meg minden, hanem ez egy ilyen több mint 1 évvel későbbi utánkövetés alkalmával is még mindig ezt mondták az alanyok, hogy ez nekik egy életre szóló, nagyon meghatározó élményük volt. Ez nem alkalmazott kutatás, ez nem gyógyítás, hanem ez csak igazából ez is egy soft dolog, hogy itt a spiritualitással foglalkozunk, ami azért a kemény tudomány számára egy eléggé olyan kicsit vörös posztó, vagy hát egy eléggé kétségbe vonható dolog. Viszont a szubjektív élmények azok nem kétségbe vonhatóak, hogyha utólag lehet utánkövetéssel azt igazolni, hogy az egy bizonyos szubjektív élmény az okozott olyan életmódbeli változásokat egy alanynak, hogy utána az élet vitele vagy az életminősége javult, akkor ez egy elég kemény tény. Szeretnél valamit? Akkor először a gyógyszergyárakról. Szerintem abban nincsen igazából semmilyen meglepő, hogy egy privát cég, egy gyógyszercég nem akar olyanba beletenni nagy pénzt, amiben nincsen, amiből aztán nem lesz neki haszna. A világon minden egyes cég így működik, nem csak a gonosz gyógyszeripar. Ami inkább a probléma, az nem az, hogy ne lehetne összeszedni az MDM, tehát ugye ezekre a klinikai vizsgálatokra pénzt, hanem sokkal inkább ilyen szabályozási társadalmi kérdések vetődnek fel. Tehát például, amiért a MAPS-nek is rengeteget kellett küzdenie, az egyszerűen az, hogy megkapja ezeket az engedélyeket, és ez egy ilyen rendkívül hosszas húzavona volt, és nyilván abban reménykedik most mindenki, hogyha USA-ban meg lesz ez az áttörés, hogy az MDMA-t elfogadják, akkor egy ilyen dominó effektet fog beindítani, és különböző európai szabályozó szervek is sokkal könnyebben fogják engedélyezni azt, hogy az MDMA-t alkalmazzák. Nem tudom az összeget, hogy mennyi egy gyógyszer kifejleszteni, de fogadok veled 5 sörben, hogy sokkal közelebb áll az $1 milliárdhoz, mint a 100 millióhoz. Tehát, de ez akkor, hogyha az ember, hogy úgy mondjam, előről kezdi, és van egy konkrét betegséget meg akar gyógyítani, így itt az MDMA-nál, itt már megvan maga a szer, tehát itt ebből csak a klinikai vizsgálatokat kell fizetni, ami valóban már egy valamivel kisebb összeg. Szóval az, hogy az MDMA-ból, meg a pszichedelikumokból mikor és miért lesz gyógyszer, szerintem ez elsősorban nem azon múlik, hogy ne lehetne erre pénzt szerezni, hogy említettem a MAPS, pont ezért próbáljam bevonni az amerikai hadsereget, akiknek hát olyan iszonyatos anyagi eszközei vannak, hogy ő nekik egy ilyen gyógyszert kifejleszteni, vagy ezeket a klinikai vizsgálatoknak a költségeit kimutatni, ez ilyen apró pénz igazából a zsebükben. Az elsődleges probléma az a szabályozás szerintem, és ahogy hozzááll, és ugye rengeteg olyan nemzetközi jogi egyezmény is van, ami tiltja ezeknek a szereknek a használatát, és ezeket kell szépen lassan feloldani. Amit az addikcióról még szeretnék mondani, hogy szerintem itt azért kell tenni egy megkülönböztetést. Itt most elsősorban beszélünk a klasszikus halucinogén szerekről, az ayahuasca, ugye, ami DMT-t tartalmaz, az LSD, a varázsgomba,
És ezeknél valóban az addikció veszélye nem áll fenn. Egyébként ezeknél mind van egy ilyen rövid idei tolerancia is, tehát igazából ezeket a szereket senki nem úgy alkalmazza, hogy egymást követő napokon. Mert hát szerintem, hogyha valaha valaki volt pláne egy ilyen nagyobb adagú élményben részes, hát ő másnap sok mindent kíváncsiak, hogy még egyszer ugyanazt megcsinálja, azt nem. Viszont szerintem itt az MDMA egy icipicit más, ugye az MDMA-ból az A az az amfetamin, tehát azért ez egy amfetamin származék, ami pörgeti, és van dopaminergikus hatása, és ennek azért van, igenis van addiktív potenciálja, tehát igaz, LSD és varázsgomba függőkkel nem találkozunk, de MDMA függőkkel igen. Tehát, hogy itt szerintem azért a konkrétan az addikciónál itt érdemes ezt a vonalat meghúzni, hogy... tehát, hogy ennek a van némi esélye az MDMA esetében. Egy icipicit szeretnék reagálni arra, amit a Gábor mondott a microdosingról, mert ez most egy nagyon felkapott téma lett, de itt azért szerintem van egy olyan félreértés, hogy a microdosinggal kapcsolatban az égvilágon... Ja, tehát a microdosing az az a technika, amit a Gábor röviden említett, ami arról szól, hogy egymás követő napokon, hogyha nem is minden nap, de mondjuk a hét több napján az ember bevesz egy olyan mennyiségű pszichedelikus szert, amelyik mondjuk egy kicsivel a küszöbérték alatt van. Tehát, hogyha az ember ezt beveszi, akkor azt nem érzékeli, hogy mondjuk egy ilyen pszichedelikus élmény lenne, de sokan azt állítják, hogy mondjuk a nap végén mégis úgy érzik, hogy ja, milyen jó kedve volt, mennyit tudott a munkában előre haladni, és hogy a, nem tudom én, a partnerével is milyen jól kijöttek aznap. De ezzel a technikával kapcsolatban nagyon sok az ilyen pozitív visszajelzés, ami megtalálta az interneten, de ez az, amivel kapcsolatban semmilyen klinikai vizsgálat nincsen, vagy semmilyen ilyen placebo kontrollt vizsgálat nem volt. És itt azért fontos nagyon ez, mert ezek a pszichedelikus szereknek a vizsgálata, itt amikor valami olyan gyógyászati terápiás dolgot vizsgálunk, ahol amit mi mérni akarunk, az szubjektív, tehát például az, hogy hogy érzed magad, milyen volt a napod, ott nagyon-nagyon fontos ez a placebo kontroll. És különösen fontos azokban az esetekben, akkor nem valamilyen tradicionális gyógyszerről beszélünk, hanem annak van valamilyen társadalmi világlátásbeli vetülete is. Tehát például azt jól ki lehet mutatni, hogy a homeopátiás vizsgálatok esetében sokkal erősebb a placebo effekt, mint hogyha csak két mondjuk nagy gonosz gyógyszeripari cégnek a termékét vetik össze. Egyszerűen azért, mert akik elmennek ilyen homeopátiás vizsgálatokra, ők azért valószínű valamennyire hisznek a homeopátiában, és szeretnék, hogy ez a dolog működjön, viszont ugye, amit ezzel gyógyítani akarnak, az valamilyen szubjektív dolog, és innentől kezdve egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen extra dupla dózisú placebót kap az ember. És a microdosinggal kapcsolatban nem azt akarom mondani, hogy adott esetben ez ne lehetne egy hasznos technika, de hogy amikről itt beszélgettünk a PTSD-vel kapcsolatban, tehát az MDMA-val segítségével PTSD gyógyítani, meg varázsgomba LSD, azok azért viszont pontosan ilyen placebo-kontrolled vizsgálatok. Tehát azért itt szerintem mindig, hogyha valaki ezekről a dolgokról hall, azért érdemes észbe tartani, megnézni egyrészt azt, hogy ebben a kutatásban hányan vettek részt, ha egy ilyen 10-20-an, akkor az egy ilyen pilot study, ami igazából csak a biztonságot akarja. Ha már vannak benne néhány százan, akkor onnantól kezdve el lehet kezdeni gondolkozni, hogy van-e benne valami, de azért először mindenki szerintem óvatosan közelítse meg, hogyha valamelyik nagy médiumban olvassa, hogy LSD-vel lesz meg azt tudják gyógyítani. És már így, vagy még ehhez akartál hozzáfűzni? Reagálnék, illetve azzal kezdeném, hogy talán ezt Rick mondta, hogy talán egyszer a tudomány utoléri a természetet. Ez ugye arra vonatkoztatva, hogy azért nagyon sok minden működik már a világban, a ceremóniákat tekintve, amit még a tudomány nem tud megmagyarázni. És az ayahuasca-nál ott szoktak egymás után ceremóniákat tartani, mert ott pont nincs az a tolerancia, ami az a pszilocibinnél és az LSD-nél létezik, sőt az első napi purgálás után másnap már könnyedebb a víziólátás is, illetve az utazás is.
Az MDMA-nál igen hallunk, sőt igazából én azt mondom, hogy akár bárminek lehet függője az ember, csak kérdés, hogy az a drog indukált a függőség, vagy az önmagában van függőség, szóval hogy valamit kompenzál-e azzal a szerrel, mint például az MDMA-nál a szeretetet, a nyugalmat, és akkor azért veszi be, mert hogy kevés van egyébként önmagában. Vagy ténylegesen cravinget érez, vagyis egy bizonyos sóvárgást érez az iránt, hogy neki ezt újra használnia kell. És ezekben az esetekben például egy relaxációval, egy meditációval kombinált terápia, az lehet, hogy pont tud segíteni abban, hogy ezeket a dolgokat elengedje, és hogy önmagában találja meg, amit a szer megmutatott, hogy már pedig ott van benne. A gyógyszergyárakhoz még csak annyit, hogy én úgy tudom, hogy volt olyan kutatás, amikor OCD, vagyis kényszeres betegeknél pszilocibint alkalmaztak, talán egy hónapon keresztül, és már természetesen nem érezte az illető a hatását, viszont elmúltak a kényszerek, vagyis hogy nem csinált azokat a kényszercselekedeteket. És hogyha én gyógyszercéghez mennék, akkor lehet, hogy afelől közelíteném meg, hogy miért is éri meg ez neki. Ugyanis a gyógyszerek általában nem mindenkinek adható, szóval vannak bizonyos rétegek, a fejfájósoknak a fájdalomcsillapító, a pszichiátria betegeknek a antipszichotikum, a szorongásosoknak vagy a szorongásoldó. Viszont ezek pont a pszichedelikumok mondhatni mindenkinek adható. Most a mindenki az egy ilyen vízió, mert persze meg kell nézni, hogy azt lehet adni, vagy mikor lehet adni, ezeket mind fel kell mérni. És hogyha azt nézzük, hogy mindenki, mint talán 7 milliárd ember életében kétszer, és az azért elég nagy darabszám, szóval azért az már lehet, hogy megéri a gyógyszercégeknek, sőt, utána születnek újabb gyerekek, emberek, akik lehet, hogy megint valahol félre mennek, és hogyha újra valahogyan meg akarná találni önmagát, akkor lehet, hogy neki is kellene alkalmazni. Sőt, még az is kiderülne, hogy mindenki azt csinálja az életben, amit szeretne, mert megtalált önmagát, megtalált azt, hogy ő miben jó és mit szeret, és még talán kevesebb agresszió is lenne a Földön, de hát persze ezek csak vízió, amiért talán egyszer ebbe következik. Világbéke. Most már így a terápiás felhasználásról szerintem evezzünk át a másféle felhasználásokra, mert azért az emberek nem csak azért használnak ugye pszichedelikus szereket, hogy valamilyen pszichiátriai zavart kezeljenek vele. Hát a legtöbb ember azért alapvetően rekreációs célból használja ezeket a szereket, mondjuk elmegy az orára, és ott betolja a kis gombáját, vagy valami egyéb kellemes, remélhetőleg kellemes környezetben a barátaival használja ezeket a szereket. Itt Gábor már említette azt, hogy azért itt ezzel óvatosan kell bánni, hogy kinek van hozzáférése ezekhez a szerekhez, milyen környezetben használják az emberek a szereket. Mit gondoltok egyébként erről, hogy szerintetek ezeknek a szereknek mi a tere, szerepe a gyógyászati alkalmazáson kívül? Tehát, hogy hogyan lehet, biztonságosan lehet egyáltalán használni ezeket a szereket? Hogyha összekötötted a fesztivál nevet a kábító szerekkel, van egy gyanúm, hogy mi csapatunkat azért nem hívják az említett fesztiválra, mert egy londoni konferencián én is összekötöttem ártalomcsökkentést azzal, hogy különböző esetek, amiket ismertetek, azok azon a bizonyos fesztiválon lettek. Igen, hát és akkor ez úgy látszik rossz hírkeltés volt. Na mindegy, lapozzunk. Jó a kérdés erről, hogy a rekreációnak mi a szerepe. Van egy ilyen a kutatásnál, hogy igen, itt az elsődleges cél az, hogy kifejlesszük teljesen hivatalosan alkalmazott gyógyszerekké ezeket a pszichedelikumokat, vagy egyéb szereket. És bejön az a kérdés is, hogy oké, és akkor ha ez a kontextusban van, hogy akkor ott van a terapeuta, és akkor csak oda kell menni érte, tehát csak oda lehet menni érte egy terápiás szesszióra, ott egy kontrollált környezetben használni azt a szert, akkor, amikor a terapeuta éppen úgy gondolja, hogy az jó,
akkor hol fér be ebbe a modellbe például a, olyan dolog, hogyha valaki saját maga szeretne önkísérletezni, úgymond, vagy ha valaki úgy érzi, hogy ő nem tudom, egy valamilyen szerrel saját maga is képes előbbre jutni, illetve hol fér ebbe bele az, hogyha valaki egy párterápiát szeretne például MDMA-val lenyomni, vagy pedig hol fér ebbe bele az egész közösségi élmény, amikor egy bizonyos hallucinogénnel egy közösség esetleg jobban összekapcsolódik, vagy megold különböző gondokat. A jelenlegi modell az csak ezt az egyetlen lehetőséget teszi, illetve amiért nem is modell még lehetőleg, de jelenleg, de amiért ez az egész van, ez csak ez az egyetlen egy modell, hogy egy terapeuta bead egy páciensnek egy hallucinogén szert néhány alkalommal kontrolláltan. És itt a rekreáció az tényleg olyan téma, hogy a kutatók általában nem is szeretik ezt a témát felvetni, hogy van legitimitása akár a rekreációs használatnak is, mivel a rekreációs használat az általában ENSZ egyezmény alapján tiltott. Van egy ilyen félreértés, hogy a pszichedelikumokat nem lehet kutatni, illetve nem lehet velük gyógyászati alkalmazást csinálni, viszont ez nem igaz, mert az ENSZ egyezmények azok nem tiltják a kutatást. Az ENSZ egyezmények azok csak a szereknek a birtoklását kötik engedélyekhez, stb. És igazából nem volt tiltva a kutatás eddig sem, csak annyira el volt lehetetlenítve, hogy egyszerűen a kutatók nem kaptak erre semmiféle pénzt, engedélyt, és karrier szempontból igazából nem volt jó dolog pszichedelikumot kutatni, mivel hogy egyszerűen ez egy zsákutca volt. A rekreációs használat az ez alatt az idő alatt is volt, amíg nem volt hivatalos kutatás, és hát vélhetőleg mindig is lesz. Ez most inkább egy ilyen soft kérdés, egy szubkulturális kérdés, hogy tudnak-e szubkultúrák teremteni olyan közeget, ahol van egy olyan megfelelő set és setting, ahol ezeket a szereket, nem azt mondom, hogy biztonságosan, de a legkevésbé biztonságtalanul lehet használni. És úgy tűnik, hogy igen, a pszichedelikus kultúrához kapcsolódik erősen például az elektronikus tánczenei kultúra, a Goa Psytrance és egyéb műfajokkal, ahol természetesen elég nagyon, de sokkal frekventáltabban használják ezeket a szereket. És ez egy érdekes kérdés, hogy föl tud-e építeni tehát egy szubkultúra egy olyan használati közeget, vagy egy közösséget, ahol a közösség támogatja egymást a rekreációs szerhasználatban, illetve hogyan lehet például az ayahuaszkát átemelni abból a törzsi közegből, ahol igazából egy tényleg autentikus sámán végzi a szertartásokat, hogy lehet egy ilyen urbánus közösségbe beemelni, ahol ilyen adhok összegyűlt néhány tucat ember összegyűlik egy-két-három napra, és ott igazából a sámán az nem egy terapeuta, a sámán az lehet, hogy csak spanyolul tud, hogyha bármi probléma van a helyen, akkor hát a sámán mondjuk rázza a csörgőjét, de igazából nem fog foglalkozni a pácienssel, és a csoportot nem lehet közösségnek hívni, mert hát ott végül is egymás számára ismeretlen emberek jöhetnek össze, és senki nem tudja, hogy ki az, aki mellé hány éppen fél méterrel. Tehát, hogy egy egészen más közeg, és általában nincs utókövetés sem. Tehát, hogy ez egy másik kérdés, hogy lehet adaptálni ezeket a végül is más kultúrából érkező potenciálisan hasznos gyógyítási módszereket így ebben a nyugati kultúrában. A rekreációs felhasználással kapcsolatban szerintem, amit fontos kiemelni, hogy nagyon más dózisokról beszélünk egy terápiás, meg egy rekreációs alkalmazás során. Tehát, hogy így a arányokat körülbelül lehessen érezni, egy olyan rekreációs LSD adag az ilyen 100-250 mikrogram környékén van. A terápián az ember 1000-et kap, tehát, hogy a terápiás használat az ilyen igazi, kemény, pszichedelikus élmény, amikor az ember elveszik térben és időben. Ezzel szemben az ember bevesz 150-et, akármelyik fesztiválon, akkor kicsit nevetgél, mozognak a dolgok, színesek, de tudja még, hogy fiú vagy lány. Tehát, hogy az egésznek igazából teljesen más a kultúrája. Tehát amikor mi ezekről a terápiás alkalmazásokról beszélünk, akkor mindig egy ilyen, vagy az esetek döntő többségében egy ilyen nagyon-nagyon nagy dózisról beszélünk, amit rekreációsan az égvilágon senkinek nem jutna eszébe bevenni. Tehát szerintem félreértés ne essék, a világ történelemben a pszichedelikus trippek 98%-a az nem arról szólt, hogy az ember megtalálja önmagát, hanem arról szólt, hogy nézd Józsi, mi van ott, és akkor ott röhögnek a réten.
Szóval, hogy érdekes dolog, igen, ez a spiritualitás, meg hogyan lehet az, ezeket a szereket a gyógyászatban használni, de ez egy teljesen más tartománya dózis szempontjából, mint a rekreációs felhasználás. A rekreációs használattal kapcsolatban én is hasonlóan érzek, mint a Levent, hogy ennek abszolút van legitimációja, de semmiféleképpen nem támogatnám a Tesco gazdaságos LSD-t. Tehát, hogy amit itt az első, az amszterdami filmben a Rick Dobbin, a MAPS-nek a vezetője, akinek mindannyian nagy fanjai vagyunk, ő kiemelte, hogy egy olyasmi modellt szeretne látni, ahol az ember, amikor először alkalmazza ezeket a szereket, akkor elmegy egy ilyen licenszer rendelkező helyre, ott megkapja ezt az adagot, abszolút szemmel tartják, és hogyha ő élvezte ezt az élményt, jól érezte magát, akkor adott esetben ezen a klinikán kívül is használhatja maga, úgyhogy kimegy a természetbe. De azt nagyon fontosnak találnám, hogy az ember, amikor találkozik először ezekkel a szerekkel, és úgy mondjam, úgy a szerfogyasztás kultúrájába bevezetődik, akkor azért mindenféleképpen legyen valami kapcsolat olyan emberekkel, akik tudják, hogy itt mégiscsak miről van szó. Megint csak röviden visszanyúlnék Timothy Leary-hez, a 60-as évek LSD pápájához, hogy ő neki is ez volt a 69-ben volt egy ilyen kongresszusi meghallgatáson, és ott pont azt adta elő, hogy először az embereknek, hogy egy ilyen, az embernek lenne egy ilyen, mondjuk egy ilyen, ugye ez autó is, autózni is egy veszélyes dolog, ahhoz is van jogosítványa az embernek, drogozni is veszélyes, ahhoz is lehelyen az embernek jogosítványa. És ugye... Drogosítvány. Igen, tehát drogosítvány. Tehát jogsiból is ugye van ugye A, B, C, meg mit tudom én milyen kategória, és ugye a drogosítványnál is lehetne, hogy valaki már így a fű ez elég jó, van, aki mondjuk gomba 3 grammig, és akkor itt szép lassan az 1500 mikrogram LSD-ig. És ez így nevetségesen az, de szerintem azért itt mégis fontos az, hogy valahogy így az embernek így legyen egy ilyen fokozatossága a dologban, ahogy bevezetődik. Tehát én nem tartom ördögtől valónak egyáltalán a rekreációs felhasználást, de viszont a abszolút szabályozott keretek között. Aztán, hogy milyen szabályozási modellek jönnek szóba, és ennek kidolgozni a részleteit, az egy nagyon hosszú kérdéssor, amit azt hiszem még kevesen foglalkoztak vele, de önmagában az elvvel egyetértek. És én még annyit fűznék hozzá, hogy akár ehhez a modellhez, hogy én is úgy gondolom, hogy akár egy, tegyük föl, pszichológus, vagy pszichiáter, vagy pszichó, vagy akárki szupervizionálásával úgy lehetne ezt megoldani, hogy az illetőnek megvan a drogosítványa különböző kategóriára, hazamegy, viszont integrációt ad neki. Az integráció ugye az élmény beépítése. Szóval, hogy tudja, hogy bármi történik, oda mehet, és ezt fel tudja dolgozni, ezt be tudja építeni. Mert talán ez egy nagyon fontos dolog, és erről még nem beszéltünk, vagy talán csak megemlítettük, de hogy igazából az integrációs szakasz az ugyanolyan fontos, mint az élmény. Sőt, igazából az még talán fontosabb is, hogy mit kezd azzal az élménnyel az illető. És ami még a rekreációs szerhasználatnak az egyik fontos eleme, a drogpolitikának szerintem a legjárhatóbb útja az ártalomcsökkentés, ami pont arról szól, hogy az ember tudja, hogy mit csinál, hogyan csinálja úgy, hogy jó legyen, hogyha valami nem jó, akkor mit tegyen, mit igyon, kihez forduljon, ami ugye megint a tudatos szerhasználót próbálná edukálni. Csak minél inkább ezt is szőnyeg alá söpörjük, hogy minél inkább tiltjuk ezeket a dolgokat, annál kevesebbet lehet erről beszélni, és annál több baleset történik. Szóval az ártalomcsökkentés és az integráció az talán ide tartozik, és akkor ez egy járható út lehet. Ha már elővetted az ártalomcsökkentés témát, Levente, téged kérdeznélek arról, hogy milyen tapasztalataitok vannak ilyen fesztiválokon ártalomcsökkentés téren, tehát hogy milyen balesetekkel találkoztok, mit tudtok tenni azért, hogy tudatosabban folyjon a drogfogyasztás? Én a Gáborhoz hasonlóan én is a Kékpont Parti Szervizbe kezdtem még annó ezt a típusú ártalomcsökkentő tevékenységet. Hát azóta volt
sokkal több más lehetőség is ezt tanulmányozni. A körülbelül 4 Ozora fesztivál, valamint 3 Boom fesztivál Portugáliában, ez szintén az egyik legnagyobb fesztivál, illetve hát a DAT2 PsyHelp ártalomcsökkentő csapatunkkal most már 94 alkalommal jártunk különböző partikon és fesztiválokon az elmúlt bő 3 évben. A fesztiválok azok azért különösen érdekes terepek, mert hogy nagyon sok ideje van az embernek, nagyon sok drogot kínálnak neki, és nagyon jó támogató a közeg mindenféle elszálláshoz. Nincsenek ott a szomszédok, munkatársak, rokonok, főnök, stb. És ezáltal az a tapasztalat, hogy igen, az emberek nagyon jól kihasználják ezeket a lehetőségeket, és általában eléggé erősre sikerül az élmény. Fontos megjegyezni, hogy itt az emberek, akik partira vagy fesztiválra mennek, ők nem akarják magukat szándékosan nagyon készrevágni, hanem ez általában egy véletlen, illetve hát a körülmények hatása. Ez egy nagyon fontos mentalitásbeli különbség azokkal szemben, akik kifejezetten azért használnak különböző pszichoaktív szereket, hogy elmeneküljenek a valóságtól. A pszichedelikumokkal inkább a valóságba lehet belemenekülni, jobban megélni, mélyebben kapcsolódni dolgokkal, és nem igazán sikerül az, hogy elmenekülünk valami elől, mert hát hogyha az ott van a tudatalattiba, akkor az igencsak utánunk jön. A tapasztalatok a nagyobb fesztiválokról általában azok, hogy a drogok azok jó minőségűek, ezt egészen számszerűen is tények alátámasztják, mert például a Boom Fesztiválon van egy hivatalos drogbevizsgáló csapat, akiknek oda lehet vinni egy kis mintát valami porból, tablettából vagy bélyekből, és ők egy helyi labor dobozban így bevizsgálják, és utána kírják egy táblára, hogy a melyik számú minta az mit is tartalmaz. Az idei tapasztalatok azok voltak, hogy körülbelül csak 3%-a volt az összes bevizsgált szernek új pszichoaktív anyag, tehát amik általában felütések szoktak lenni a klasszikus anyagok körében, és például az LSD az szinte mindig LSD volt. Az erősséget nem tudják bevizsgálni ezek a laborosok, de a mi tapasztalataink szerint, mivel az ott lévő Kozmiker nevű ártalomcsökkentő csapatnak voltam az egyik csapatvezetője az 5-ből, és 10 emberrel dolgozva nyomtunk 6 órás műszakokat, a klienseink eléggé erősen módosult tudatállapotban voltak. Sokszor nem is az volt, hogy csak olyan körülbelül egy átlagos LSD erejével, hanem hát inkább olyan 2-3 is lehetett bennük. És a tapasztalat az, hogy ilyenkor az emberek egyszerűen csak úgy esnek szét, hogy hát ők nem akarnak igazából rosszat, de hát azért a sok az sok. Ez szokott sikerülni összerakni őket, hát így általában a végére mindig, de hogy az a tapasztalat, hogy vannak erőszakos esetek is, tehát nekünk is volt a nyitó esemény, amit megkaptunk a csapatommal, ott a körülbelül 30 esetből a 6 óra alatt volt egy olyan 6-7, aki kifejezetten hát, tombolt, és hát le is kellett fogni, meg az volt a korábbi háttér egyes esetekben, hogy fizikailag bántalmaztak másokat, valószínűleg nem emlékeztek már rá utólag, de így alapvetően az egész közeg, mert ez körülbelül 1% a fesztivál vendégeknek, aki végül is eljut az ártalomcsökkentő sátorba, illetve hát behozzák, vagy egyéb körülmények között, de a 99% pedig teljesen problémamentesen mulat ezek szerint. És hát aki már volt fesztiválon, az tudja, hogy milyen a légkör, amikor tényleg a közösségi élményt meg lehet élni. Ez valamilyen szinten azért eléggé erős bizonyíték a rekreációs használat mellett, mivel azért tényleg, hogyha belegondolunk, hogy mondjuk hát egy olyan jó 30 ezer ember erős hallucinogénszerek hatása alatt igazából nem csinál semmi rosszat a másikkal, sőt még ölelgeti is akár, akkor ez tényleg nagyon más képet fest így a hallucinogének vagy pszichedelikumok világáról, mint amit mondjuk a színes újságok szoktak a címlapjukon kihozni halálesetekről, meg mindenféle őrületről. Itt a hazai helyzetet, azt hogyan látjátok, az embereknek a hozzáállását, lehet ezen változtatni? Vagy egyáltalán mondjuk például lehet, vannak-e olyan helyek vagy helyszínek, ahol akár terápiás módon lehet Magyarországon használni ilyen szereket?
Nincsenek. Nincsenek. Sajnos, mint ugye itt hallottátok, hogy az ibogát is feltették a tiltólistára, ami egyébként, ha jól tudom, Csehországban van iboga központ, a legközelebbi ország. Nem is, szerintem itt mindent tiltanak, ami ezzel foglalkozna. Talán egyszer ez is majd így felszabadul, és majd ezzel is lehet foglalkozni. Hát én, mint memetikai kutató, így azért hiszek abban, hogy a mémeket meg lehet változtatni, vagyis az embereknek az, hogy mit gondolnak egy bizonyos témáról, az azért az változtatható, és hogy ezáltal az is akár megváltozhat, hogy majd ők hogyan viselkednek. Valószínűleg, igen, példa kell, a félelem az kell, hogy eloszoljon, csak ugye minél jobban berögzült egy bizonyos személyiség, annál félelmetesebb ahhoz hozzányúlni, és ez most nem csak pszichedelikum, hanem akár terápiásan is nézve. Így igen, lehet, hogy sőt, biztos lesznek olyan emberek, akik mindig is ezt ellenőrizni fogják, mert félnek attól, hogy akár ezt használják. És én még csak az előzőhöz egy tényleg hozzáfűznék egy olyan dolgot, hogy az élmények, ugye, hogyha valaki elszáll, akár pszichedelikum hatására, nem csak pszichedelikum hatására lehet elszállni, meditáció hatására is el lehet szállni, és a buddhista szerzetesek, akik gyakorolnak rengeteget, van, hogy ők is elszállnak, és ilyenkor földelésnek nevezett dolgokat végeznek, zuhanyoznak hidegvízzel, vízzel érintkeznek, földdel érintkeznek, kertészkednek, esznek, isznak, mind olyan dolgot csinálnak, ami visszahozza őket a földbe, és így tudják igazából kezelni ezeket a helyzeteket, mint hogyha például valahol például egy fesztiválon is ilyen történik, akkor ilyenekkel lehet próbálkozni, hogy az illető kicsit visszajön a realitásba. Szerintem Magyarországon a legnagyobb probléma az a tudatlanság, és itt most nyilvánvalóan nem a itteni budapesti 20-as, 30-as fiatalságról beszélek, hanem egy idősebb generációról, akiknek a drogozás az egy ilyen gyűjtőfogalom, tehát hogy a fűszívás, az LSD és a heroin az így ugyanebbe a drog nevű dologba így beletartozik, és hogy nincsen semmilyen ilyen differenciálás ezek között, a szerek között. Egy olyan fél éven nagyjából volt nálunk egy ilyen családi vacsora, és akkor ott édesapámnak teniszpartnereivel dumáltunk, és kérdezték, hogy mivel foglalkozom, és hát akkor mondtam, hogy extázi kutatás, és például azt hitték, hogy azt is lövik. És egyébként ezek nem arról van szó, hogy hülye meg műveletlen emberek lennének, csak hogy az ő fiatalságukban, itt most egy olyan generációról beszélek, akik még a Kádár korszakban nőttek fel és szocializálódtak, nekik az égvilágon semmi közük nem volt a drogokhoz. Tehát, hogy ezek a kábítószerezés Magyarországon az így szerintem megváltozott a rendszerváltozás után, és most kezd egy olyan generáció felnőtté válik, akik már úgy nőttek fel, hogy sokkal inkább kapcsolatba kerültek ezekkel a szerekkel. Tudják, hogy a füvezés és a heroinozás között nem egy ilyen egyhetes időintervallum szokott eltenni, hanem hogy ezenél egy sokkal komplikáltabb folyamat. Szerintem ami ahhoz kell, hogy ez megváltozzon, az egyszerűen annyi, hogy ez... kell erről a témáról beszélgetni, nem mindig könnyű ezt felhozni, de szerintem ti is, akik itt vagytok, hogyha van egy olyan baráti beszélgetés, és felvetődnek így a drogok, mint téma, akkor azért így finoman lehet azt terjeszteni, hogy azért itt tegyünk különbséget, megint csak mondom, mondjuk a füvezés meg a heroinozás között. Szóval ez egy olyan témakör szerintem, ami iránt sokan... Vannak, akik érdeklődnek, és ma már nagyon könnyű legitim információhoz hozzájutni az internet korában. De itt Magyarországon volt egy olyan generáció, akiknek semmilyen közük nem volt soha ezekhez, és ezáltal ez egy ilyen nagy összemosódott doboz. És hát reméljük, hogy ahogy haladunk előre idővel, úgy majd ezek szépen kifognak kristályosodni. Például szerintem, hogy Peti említette, én Edinburgh-ban élek. Ott például, hogyha az utca emberét megállítjuk Edinburgh-ban, ő neki szerintem sokkal nagyobb, sokkal jobb tudásanyaga lesz így a drogokkal kapcsolatban, mint hogyha megállítunk egy átlagos magyar polgárt. Igen, meg ez a tudás az elég
kevés helyen megtalálható, úgyhogy természetesen reklámoznám most a dát.hu Magyar Pszichedelikus Közösség weboldalát, ahol már körülbelül majdnem 15 éve fenn van információ, legalábbis a pszichedelikus és kapcsolódó szerekkel kapcsolatban. Érdekes dolog, szintén volt egy korábbi konferencián, hogy a Wikipédia milyen fontos forrás, és volt azt hiszem egy olyan előadás, ami azt mondta, hogy az olyan országokban, ahol inkább negatívabban állnak hozzá a drogokhoz, ott a Wikipédia cikkei is negatívabbak, ahol pedig kicsit liberálisabban, jó, de milyen szó ez már, ott pedig a cikkek is inkább tényalapot és sokkal objektívebb hozzáállást tükröznek. Ez egy igen szép projekt, hogy a magyar Wikipédiába is bizony be kéne tenni a tényeket, mert nagyon sok, ez az újabb generáció, aki viszont még nem tud ezekről a témákról, ők hát most ez a korosztály, akik meg rögtön beírják a keresőbe, és utána a Wikipédiás cikket fogják copy-pastelni a különböző iskolai dolgozataikba. Tehát, hogy itt ez is egy nagyon fontos forrása annak, hogy most milyen információt kap egy társadalom a drogokról. Én csak még annyit mondanék, hogy az idősebb generációk védelmében, hogy igenis, tisztelt a kivételnek, és köszönet nekik, hogy ők is nyitottak erre, és hogy azért nem csak a fiatalabb generáció képes ezt megérteni. Na hát itt olyan emberek ülnek a beszélgetők között, akiket bekapcsolunk, akkor végtelenségig tudnak beszélni erről a témáról, de az is érdekelne, hogy a közönségben van esetleg valakinek kérdése, ti miről szeretnétek hallani. Akkor először. Csak mondjuk... John Hopkins Egyetem vizsgálata szerint a bad trip is lehet hasznos, és gondolom azt kérdezett, hogy erről mit gondolnak, hogy a bad trip az hasznos. Igen, nagyon jól követed a szakirodalmat, ez tényleg most az utóbbi hetekben jött ki. Igen, ez egy érdekes téma, ez most elég forró téma is, és például pont most az idén volt egy nagyon jó szakdolgozat ebbe a témába, ami pont ezt feszegeti, hogy a bad trip az igazából az integráción keresztül lehet-e hasznos, mert annak van valami oka, hogy valakinek bad tripje volt. Ez sokszor szól a szerhasználatnak a körülményeiről, tehát hogy valakinek nem tudom, rossz helyre ment, rossz emberekkel volt, megijedt valamitől, nem tervezte be az utazását, különböző kellemetlenségek voltak, és emiatt előjöttek olyan negatív érzelmi vagy gondolati tartalmak, amik bezavartak ebbe a tripbe, és hát nem olyan lett, amit ő tervezett. A bad trip is lehet jó úgy, hogyha lehet utána, tehát hogy valami értelmezést tud adni neki az illető, meg tudja magyarázni, hogy mik lehettek azok a folyamatok benne valahol a lelke legmélyén, amik valamilyen félelemhez vagy valamilyen negatív érzelmekhez vezettek, és utána ezt sokszor az utólagos átbeszéléssel, illetve valahogy beleillesztve a történéseket a saját életébe, ezzel át lehet értelmezni azt, hogy azok abban a pillanatban negatívak voltak valóban, de azokban esetleg volt valami tanítás, vagy valamilyen értelem, és ezáltal ezt valahogy integrálni lehet az egész élményt a jövőbe. Kapcsolódik az is, hogy nagyon sokszor ez megelőzhető a bad trip az előzetes felkészüléssel. Tehát mindig ki van emelve a szer, a set és a setting mellett az az intenció, hogy miért akar valaki egy bizonyos helyen és időben szert fogyasztani. Hogyha van valamilyen ötlete, hogy ő most mit is szeretne elérni konkrétan a szer segítségével, akkor az valahogy őt irányba fogja tartani a trip alatt, illetve hát ez az előzetes megtervezés, hogy a set és a setting jó legyen, akkor az esélyesen nem lesz bad tripje, de hát még a good trip is jó trip, nem csak a bad trip lehet jó trip. Tehát hogy itt nem, igazából nem muszáj arra törekedni, hogy valakinek bad tripje legyen, de viszont, hogyha már így sikerült, akkor viszont mindenképpen érdemes hangsúlyt fektetni arra, hogy ezt utólag fel tudja dolgozni, akár mások segítségével. Ezt nem kell olyan nagyon, nem tudom, mondjuk volt pont egy ilyen az egyik panelban az az ember, akinek van egy ilyen
hát ő terapeuta, illetve hát ő olyan, akivel pont ezeket utólag meg lehet beszélni az élményeket, és ő mondta is, hogy olyanok jönnek hozzá, akinek mondjuk lehet, hogy már egy éve volt valami rossz élménye, de olyan is jön, aki már 20 éve hordoz magába valamilyen drogindukálta rossz élményt, és nem tudta egyszerűen helyre rakni. Tehát, hogy igen, ennek van egy nagyon nagy jelentősége, hogy legyen egy ilyen szolgáltatás, ami akár utólag később is segít a betripeket feldolgozni. Tényleg forró téma. Köszönöm a kérdést. Pont körülbelül egy hete olvastam azt a tanulmányt, amit említettél, mert ez valóban nemrég jött ki, és ha már Levente is reklámozta a dátot, akkor én is mondom, hogy pont amit a Petivel csinálunk, tudományos drogblogot, a Dose of Science-en, valószínűleg ez a következő téma lesz pontosan ez a tanulmány. Szerintem a bad trip az egy borzasztó rossz kifejezés, szerintem sokkal jobb a difficult experience, mert a rossz és a nehéz ugye az nem feltétlen ugyanaz. Van ez a klasszikus bad trip, amit mondjuk a Levente mondott, hogy az ember bekap egy bélyeget, elindul a buliba, de véletlen rossz buszra száll fel, és Kelenföldön találja magát, és akkor onnan találjon vissza a belvárosba. De ezzel szemben, ami meg inkább ez a difficult experience, hogyha az ember jókor jó helyen van, de hogy a trip alatt olyan érzelmi dolgok jönnek fel, amiket úgy a helyére kell tenni. És szerintem itt érdemes ezt a különböztetést megtenni, és hogyha valakinek megtette azt, amiket a Levente is említette, hogy megfelelő settingben csinálja a tripet, és hogy előtte ő átgondolt, hogy ebből körülbelül mit akar behozni, akkor szerintem azért az esetek nagy többségében ezek a nehéz élmények, amikor az adott élményben benne van az ember, és hogyha lenne egy varázsgomba, amivel megállíthatná, akkor inkább megállítaná, akkor ezek a tapasztalások is lehetnek nagyon fontosak. Szerintem teljesen igaza van Gábornak, amikor azt mondta, hogy eddig nem beszéltünk eleget az integrációról, mert kétségtelen, hogy ennek legalább ugyanolyan fontos része van, mint az élménynek, ahogy korábban egyszer a beszélgetés során említettem, ezeknél a szereknél tulajdonképpen nem a farmakológiai hatás az, ami ki fogja váltani a hatást, hanem hogy az ember ezeket az élményeket hogyan helyezi el magában, milyen koordinátorrendszerben. Úgyhogy szerintem igen, a bad trip-et el lehet kerülni megfelelő tervezéssel, a difficult trip az mindig benne van, de mint ahogy ez a kutatás is mutatja, az nem feltétlenül lesz rossz hosszú távon. Csak azzal egészíteném ki, és köszönöm Balázs, hogy megcsináltad ezt a külön választást, mert ezt én is szerettem volna, hogy ezt választjuk külön ezeket a félrement dolgokat, és tényleg a difficult experience, mert azért terápiás, ha nem feltétlenül mindig a happiness sunshine-ban van az ember, sőt, ugye kemény munka az nem ott zajlik a rózsaszínben, az egy rekreációs használat, le kell menni mélyre, és ott ki tudja, mit nyitunk ki, bele kell menni, onnan majd kijövünk. Érdemes mindig megnézni a tartalmat, hogy mi volt a tartalom, és hogy reagált rá az illető, vagy hogy reagáltam rá én, és ezzel lehet dolgozni, hogy miért reagáltam, mit indított el bennem, hogy én úgy reagáltam rá, és ezt lehet bevinni például a terápiába, vagy integrációba, és hát itt is meg kell említenem, hogy meditáció az ebben is képes segíteni, hogy akár utána még dolgozzon az illető az élménnyel, akár például egy meditációs szakaszba behozni, vagy engedni, hogy aminek még ki kell jönni, az kijöhessen, és akkor már ugye nem drogindukált élmény, hanem meditációindukált élmény, talán ez biztonságosabb, és aztán ezzel is lehet dolgozni. Kérdés még? Hát megismétlem annak, aki nem hallotta, egyrészt azt kérdezte, hogy a migrén és pszichedelikus szerekkel kapcsolatos milyen kutatások voltak, illetve azt, hogy Hollandiában, ahol
ahol ugye bizonyos szereknek a fogyasztása engedélyezett, hát nem mindegy, ezt majd gondolom tisztázzuk, hogy ott ennek milyen hatása van a fogyasztásra Magyarországhoz képest, ahol viszont ezeknek a szereknek a fogyasztása jobban tiltott. Ki akar erre még első körben reagálni? Én úgy tudom, hogy klaszter fejfájásra pszilocibin kutatások vannak, és én úgy tudom, hogy ez pozitív hatással is, vagy eredménnyel jön ki. Az Amsterdam, illetve Hollandia, az dekriminalizáltak ott, szóval nem legális, ezt külön kell választani, ami azt jelenti, hogy szemet hunynak bizonyos szerek fogyasztásánál, de hogyha valakit nagyon börtönbe akarnának, egyébként nem börtönbe, de meg akarnának büntetni, akkor elő lehetne venni, meg lehetne találni ezt a bírót, aki azt fogja mondani, hogy ez rossz, ennyi. És mi volt a másik? Ennyi volt? Ja, jó. Igen, ez a, amit a Gábor is mondott, a klaszter fejfájás, ez egy olyan nagyon csúnya típusú fejfájás, amire többféle, hát persze a páciensek azok mindent kipróbálnak saját magukon, és körülbelül ezáltal jöttek rá, hogy az LSD is segített a tüneteken. A másik, ami szintén érdekes, ez az LSA, vagyis a kékhajnalka, stb. Hatóanyag, ami szintén rokonvegyülete az LSD-nek. Ez egy hát sok helyen legális hatóanyag. Az USA-ban azt hiszem pont nem, de valószínű, hogy hasonló szerkezete miatt ezt is lehet alkalmazni. A pszilocibin, illetve a varázsgombát is hatékonynak találták. Van egy ilyen magyarázat erre az egészre, hogy például Albert Hofmann, ő hát nem csak az LSD-t találta fel, hanem mellette nagyon sok kísérletet folytattak ezekkel az anyaros alkaloidákkal, és ezeknek van egy agyi keringés javító hatása, tehát például, ha jól tudom, ez a nicergolin nevű hatóanyag, ami szintén kapható akár Magyarországon is, tehát vény gyógyszer, de ez egy a kognitív funkciókat segíti, és ezt alkalmazzák például demencia és egyebek esetén. Szerintem Albert Hofmann legjobb példája arra, hogy biztos tudott valamit saját magának is, hogyha egy 102 évig elég jó szellemi állapotban maradt. A kutatások valószínűleg most azért nem aktívak, mert volt ez a Andrew Sewell nevű kutató, aki sajnos most egy pár éve jön, elég fiatalon, olyan 41 néhány évesen valami elég váratlanul meghalt, és ő volt az, aki emlékezeteim szerint ezt a klaszterfejfájásos dolgot nagyon vitte volna előre, úgyhogy ez teljesen egy ilyen sajnálatos leállás a kutatásoknak. A másik dolog, szerintem vannak róla statisztikák, ezt talán pont Petya is meg tudná mondani, hogy az olyan országokban, ahol vagy dekriminalizált a fogyasztás, vagy pedig, hát igazából igen, Hollandiában nem dekriminalizált, csak gyakorlatilag nincsen büntetés egy bírói, ügyészi közös megegyezés alapján, hogy ezt nem tartják fontos bűncselekménynek. És a másik a portugál példa lehet, ahol széleskörű dekriminalizálás a drog problémára adott válaszként, az csökkentette a kemény drog kipróbálók számát. Szerintem mind a két országban a példa azt mutatja, hogy nincs ilyen jellegű összefüggés a kemény és a könnyű drogok között, vagy hát legalábbis a cannabis és a heroin között. Kérdés még? Talált? Tessék? Jaj, neked még volt. Csak annyi lenne még a kommentem, hogy szerintem az alkohol a kapudrog. Csak ennyi. Akkor kezdte.
Jó, tehát hogy a tudományos és a terápiás használat melletti felhasználás legitimizációjáról. Ez nagyon sokszor dokumentálva volt mindenféle ágban, hogy a pszichedelikus szerek valóban nagy kreatív energiákat szabadítanak fel, meg volt ilyen kimutatás is, hogy a Nobel-díjas tudósok közül az LSD-t kipróbálóknak az aránya, szem 800-szorosa volt az átlagos populációhoz képest. Tehát ilyeneket lehet mondani, csak szerintem itt az van, hogy amikor arról beszélünk, hogy ezzel az érvel legitimizálni a pszichedelikusokat, ez egy borzasztóan gyenge érv lesz. Nem azt mondom, hogy számomra gyenge érv, csak az, hogyha mondjuk erről próbálunk meggyőzni egy konzervatív politikust, akkor ez nem fog működni. Amit szerintem a MAPS nagyon-nagyon jól kitalált, és ezt a cannabisnál és az MDMA-nál is ezt a modellt követik, hogy először egy orvosi használatát terjesztjük el a szernek, mert ez nagyon sok lehetőséget nyújt arra, hogy nem mint drogról, mint egy ilyen káros valamiről beszélünk a szerről, hanem valami, ami hozzá tud adni az emberek életéhez. Tehát még ugye a drogot egy ilyen negatív dologgal asszociáljuk, az orvosságot, meg ilyen pozitívumként. Tehát szerintem egy ilyen mentalitásbeli különbség van, és szerintem senki nem tagad, hogy a pszichedelikusoknak művészetre, kreativitásra nagy hatása van, de ahhoz, hogy ezekben a dolgokban is ki tudják fejteni hatásokat, szerintem először el kell fogadtatni a szereket a társadalommal, és ez viszont sokkal inkább működik ezen az orvosi modellen keresztül. Tehát szerintem, ahogy a MAPS meg talán mondhatom, hogy mi is itt gondoljuk, hogy itt az a modell, ami egyelőre úgy látszik, hogy működik az USA-ban, az, hogy először egy gyógyszert csinálunk vele, kiderítjük, hogy hol lehet ezeket a szereket alkalmazni, és aztán utána pedig valamilyen legalizáció felé mozdulunk. Tehát ugye az USA-ban is nagyon sok helyen lehet, most nem tudom hány államban medikanabiszt venni, tehát orvosi célú füvet, és ugye egyre terjed azután az, hogy hol lehet teljesen legálisan, tehát mindenféle orvosi papír nélkül is füvet venni, és abban reménykedik a MAPS, hogy az MDMA is egy hasonló úton fog átmenni, megint csak azzal az extra dolgokkal, hogy a drogosítvány az egy fejlettebb szinten kell legyen, hogy ezeket a mélyebb hatású szereket használhassa valaki. Igen, hát ahhoz természetesen nem fér kétség, hogy a pszichedelikumok, vagy hallucinogének, vagy akár kannabisz, az fokozza a kreativitást. Ezt már még annak idején a 60-as években, amikor még lehetett csinálni kutatásokat, ezt teljesen egyértelműen bizonyították a hippik akár. Sőt, itt egyik magyar nagy ágyú, aki nincs itt, csak mi vagyunk helyette, a Frecska Ede, ő ajahuaszkával is kutatta a kreativitást. Ez kapcsolódik ahhoz, hogy milyen vizuális torzulások lépnek fel, amit esetleg egy művész lélek meg tud ragadni és ki tud fejezni. Szintén azt hiszem Kender kapcsán is volt ilyen, hogy ott pedig az egyik fontos mechanizmus, ami általában a módosult tudatállapotoknál van az, hogy ez a nagyon valahogy merev és kategorizáló gondolkodás, azt nem bírja fenntartani az agy ezekben a tudatállapotokban, hanem egy ilyen asszociatív, sokkal másképp ható gondolkodás vagy üzemmódba kapcsol az ember, és akkor ez természetesen hozzájárul a kreatív, újat alkotó folyamatokhoz. Osztom azt, amit a Bazsi mondott, hogy ott kell elkezdeni, hogy azt mondjuk, hogy gyógyászati kutatásokat akarunk végezni a szerrel, és akkor lesznek kutatások, és a kutatásokhoz lehet utána kapcsolni ilyeneket. Például itt a bemutatott amszterdami konferencia videóban volt a Mendel Kaelen nevű holland, de Angliába dolgozó srác. Ő például most ott van abban a laborban, ahol az LSD kutatásokat végzik, és ő például a zenei észlelés hatását vizsgálta, miközben az alanyok be voltak LSD-zve. Tehát lehetséges kutatni a kreativitást, csak ahhoz egyáltalán kutatásnak kell lenni, és a kutatást úgy lehetséges megcsinálni, hogy azt valamilyen orvosi, gyógyászati, terápiás céllal indítjuk el. De érdekes kérdés. A másik, amit lehet persze, hogy teljesen rekreációs közegben is, hogyha egy művész
alkot és híres, és utána bevállalja, hogy ő igen, az inspirációját azt ilyen típusú szerekből meríti, mondjuk 5 év után érdemes bevallani, addig elévül a kábítószerfogyasztás, akkor ez is ad valamilyen irányt annak, hogy oké, hát kikezdhetetlen az ember, és akkor látjuk rajta, hogy honnan meríti az inspirációját. Tehát, hogy ezt is lehet ilyen coming out-olással, meg lehet támogatni ezt az egész folyamatot. Ja. Csak annyit fűzzék hozzá, hogy a most a prágai konferencián is, amikor a Beckley Foundation bemutatta, hogy milyen további kutatások lesznek, ott szerepelt a pszilocibin és kreativitás kutatása, illetve szerepelt a stratégiai kreativitás a Go játékon keresztül, hogy azt néznék meg, hogy ott milyen kreativitás van. Illetve talán itt mondjuk el, hogy ugye mikor az 50-es években DMT kutatás zajlott Lipótmezőn, Szára István jóvoltából, és hogy ott azért elég sok művész is, és művészlelkű ember is részt vett ezekben a kutatásokban, csak lehet, hogy ők azért, habár most már talán 5 év eltelt, de még nem biztos, hogy ezt úgy előtérbe hozták. Kár, hogy arról nem készült videó, mint a csehszlovák hadseregnek az LSD kísérleteiről, az nagyon vicces. Kinek volt még ott hátul, még láttam, igen. Jó, tehát skizofrénia terápiájában lehet a szerepe a pszichedelikumoknak, csak elmondtam. Jelenleg még nem tartanak ott a kutatások, hogy ezt nézzék, és én Frecska Ede szavait idézném, mert hogy ő azért eléggé szakember ezen a területen, ő azt mondta, hogy ő nem adná ilyen eseteknek a pszichedelikumot. Ettől függetlenül egy nagyon érdekes kutatási terület lehet. De jelenleg még azért messze vagyunk attól, hogy pont az ilyen típusú klinikai esetekkel kísérlet vagy kutatás folyjon, és emiatt most még nem is mondanám azt, hogy ezt érdemes lenne adni neki. De ugye ki tudja, szóval hogy ezért kellene, hogy ezek a kutatások engedélyezve legyenek, hogy akár ilyeneket is meg lehessen nézni, hogy őket milyen módon hat rájuk, vagy hogyan lehet akár ezt a betegséget, vagy ezt a folyamatot, ami bennük van, egy helyesebb, vagy egy harmonikusabb mederbe terelni. Azt én is hozzátenném, hogy ami jelenleg modern klinikai kutatások zajlanak, azok mindig, tehát mindig van először egy interjú azokkal, akik jelentkeznek erre, és a skizofrén hajlam az mindig kizáró ok. Tehát, hogyha valakinek, azt hiszem, még a családjában volt skizofrén eset, akkor ő neki inkább nem adnak pszichedelikus szert. A nemrég az utolsó Terry Krebsnek a cikkében volt pont erről egy analízis, hogy a 50-es, 60-as években még csinálták ezt, tehát a skizofréniát megpróbálni LSD-vel kezelni, és ők összeszedték egy ilyen meta-analízisbe, hogy azt hiszem összesen körülbelül 900 skizofrén paciensnek adtak LSD-t, és hogy ennek körülbelül aztán 35-nek lett valamilyen hosszan tartó mentális ilyen breakdown-ja, de ez a 35, ez valamivel magasabb, mint hogyha veszünk átlag 800 skizofrén eset, de ez még ilyen statisztikai hiba határon belül volt. De szerintem most azért, aki ebbe benne van, mindenki úgy van, hogy most van egy ilyen pszichedelikus reneszánsz, ne szúrjuk el, kezdjük óvatosan, és hogy majd onnan tovább megyünk. Tehát szerintem az még nagyon messze van, hogy ez egy ilyen aktív téma legyen a skizofréneknek. Igen, amit a Gábor is említett, hogy Ede tényleg, ha jól emlékszem, depresszió, meg poszttraumatikus stressz, meg ilyesmire mondta, hogy igen, arra például az ajahuaszka az lehet, de ezeket a pszichotikus dolgokat, azokat ő is inkább ellenjavalta. Amit én a gyakorlatban látok fesztiválokon, az az, hogy az 1% esetből, akiket hát ellátunk, azoknak az 1%-a, tehát körülbelül mondjuk egy 40 000-es fesztiválon a 400 ellátott esetből körülbelül 4 alany olyan szokott lenni, akik valóban pszichiátriai esetek. Valamilyen oknál fogva ezek a pszichiátriai esetek imádnak fesztiválokra járni. Valószínűleg azért, mert nagyon elfogadó a közeg, nagyon toleráns, és ott mondjuk nem tűnik furcsának valaki, aki
éppen pszichotikus azokhoz képest, akik éppen mondjuk csak trippelnek. És az a tapasztalat ilyenkor viszont, hogy mivel ezek esetleg nem szedik be a felírt gyógyszereiket, vagy pedig ők is kísérleteznek mindenféle erős tudatmódosítóval, ezért ők általában nem tudják fenntartani azt a funkcionálást, amit úgy a gyógyszerekkel már be van kalibrálva nekik, és ezért így kiugrik a golyó így a helyéről, és valahogy teljesen furcsa útvonalakon megy, és ezt valószínűleg, hogy el lehet érni mindenféle szerrel, hát a cannabis tudva levőleg okoz pszichotikus tüneteket, illetve az arra hajlamosokban előhozhatja a skizofréniát, korai 20-as években lévő férfiak általában a legveszélyeztetettek ebben, valamint természetesen amfetaminok is előhozhatnak ilyen dolgokat, és ayahuascánál is van ilyen, hogy hát ha mondjuk valaki még utólag is azért kicsit lát még dolgokat, mondjuk egy pár napig, akkor lehet, hogy van valamiféle hajlama. Ezt elég nehéz tudni pontosan, hogy van-e hajlam vagy nincs, meg kell kérdezni talán a család idősebb tagjait, hogy volt-e ilyen furcsa nagynéni, nagybácsi a családban, és ebből lehet esetleg tippelni, de az biztos, hogy 100% biztonság nincs ebben, és ezért természetesen mindig ott van ez a figyelmeztetés, hogy ha kipróbálsz szereket, akkor tényleg történhet veled is olyan, amit azt hitted, hogy nem fog történni. Kicsi az esélye, de elképzelhető. Az autizmus kezelésénél is hasonló a helyzet? Tehát az autizmusra, amennyire én tudom, pszichedelikusokat nem alkalmaznak, de az MDMA-t azt viszont igen. Tehát az MDMA-nak van egy ilyen pro-social effektje. Tehát, hogy pont ugye autisták általában nehézségeik vannak a külvilággal, a személyekkel kommunikálni, viszont az MDMA pont egy ilyen nagyon kellemes, ilyen spanoló közeget teremt, aki volt már fesztiválon, a drogos bratyizás fogalmat biztos tudja, és hát igen, hogyha körülbelül azt a hangulatot összeeresztjük egy ilyen autista személlyel, akkor úgy kijön egy kb. Normáliséget. De azért ez még, tehát ez a MAPS-nek az egyik következő kutatása, tehát ugye erre vannak, azt hiszem volt egy pilot study 20 autistával, ott jó eredményeket értek el, de azért ez még legalább egy 10 év, mire odáig eljutunk, hogy ennek nagyobb számú klinikailag releváns kutatásai legyenek. Ez tényleg valóban csak az utóbbi néhány évben indult be, ez a tényleg a legfrissebb, úgyhogy ez egy nagyon forró kérdés volt. Köszönjük a kérdést. Ehhez is csak azt tudom mondani, hogy ki tudja még, hogy mi használ, szóval ezért kellenek a kutatások pont, hogy felfedjék, de jelenleg még ez zajlik, még az MDMA-val csak. Hát. A kérdés az volt, hogy az MDMA az pszichedelikumnak számít-e, az egyik, a másik pedig, hogy mi a véleményetek a kokainról. Hát ez a MDMA pszichedelikus-e? Szerintem nem, de valaki azt mondja, hogy igen, nagyon nem vitatkozom vele. Tehát, hogy ez egy olyan határeset, tehát, hogy ami az ilyen klasszikus halucinogéneknek, tehát ugye ezek a vízió, geometriai formák látása, elmosódó mintázatok, ezek azért nem nagyon jellemzőek az MDMA-ra. Meg amit az egyik kis filmben is láttunk, hogy a pszichedelikusok elsősorban az 5HT2 a receptorra hatnak. Az MDMA-nak is aztán van affinitás erre a receptorra, de más a farmakológiai profilja. És szerintem igen, ez egy olyan dolog, hogy lehet olyan színeket találni, amiről órákig lehetett vitatkozni, hogy kék vagy zöld, kicsit ilyen az MDMA meg a pszichedelikumok is. Ami a kokaint illeti, hát a kokain igazából az egy ilyen dopaminergikus pörgetőszer, tehát szerintem egyszerűen csak nem olyan izgalmas. Tehát, hogy az ember pörög tőle, jól érzi magát, de hogy úgy ennyi. És kokainnal kapcsolatban is azért most van, tehát hogy ebbe indul be ez a kutatási reneszánszba, vannak erre is kísérletek, hogy a kokaint visszahozni, de a kokainnak is nagyon-nagyon rossz a sajtója. Ugye mindig egy olyan kontextusban hallunk róla, hogy addikció, úgyhogy szerintem az azért egy ilyen nehezebb, hogy mondjam, nehezebb lesz a társadalom feljáradni a medikokó, de ki tudja.
Igen, az MDMA-t például a mi kutatásunkban, ahol a LSD, pszilocibin, stb. Azok ilyen major psychedelics voltak, mi ilyen minor psychedelics kategóriába raktuk. Egyébként a kannabisszal egyetemben, mert hát a kannabisz sem kifejezetten pszichedelikus, bár ilyen nagy dózisban tényleg okozhat olyan erős élményeket, ami hát úgy már kezd ott lenni. Azt mondanám, hogy minor psychedelic, de ahogy a Bazsi mondta, nagyon jó, hogy ha valaki annak tartja, oké, ha nem, akkor az is oké. Az MDMA az a empatogén kategóriába szokott tartozni, mivel az empátiát generálja, vagy az entaktogén, vagyis a taktilis észlelést erősítő szerkategória. Ebben a kategóriában teljesen egyedülálló, tehát igazából nincs olyan másik szer, ami hasonlítana az MDMA-nak ezekre a hatásaira. Lehet, hogy benne van az is, hogy vannak hormonális hatásai az MDMA-nak, tehát például oxitocin hormonhoz kapcsolódik az a nagy szeretgetés, amit érez az alany. Lehet venni mondjuk tudattágítónak olyan szempontból, hogy igazából az érzelmeket tágítja, és ha az érzelmeket is valahogy a tudat vagy a psziché részének veszük, akkor viszont ez azt kell mondani, hogy igen, ez egy tudattágító szer. Persze azt is lehet számolni, hogyha maga az élmény hatására megváltozik mondjuk a hozzáállás mondjuk az emberiséghez, akkor valószínűleg az is egy pszichedelikus téma. A kokain az ott van a gyógyászatban, vagy hát régebben legalábbis ott volt, a fogorvoslásban használják, a érzéstelenítésre. Ha van valakinek fogorvos ismerőse, akkor lehet, hogy a padláson talál is még így elfekvőben kokaint. Itt a kokainnál az az érdekes dolog, hogy ott megvan szabva, hogy milyen erősségű lehet a kokainból készített készítmény. Azt hiszem, egy néhány százalékos kokain, hogy bizonyos százalék alatt a kokain nem minősül kábítószernek, illetve a listákon van neki gyógyászati felhasználása is. Kokaint azért használnak pszichedelikus kísérletekben, mert a sok pszichedelikus kísérlet, vagy hát hasonló anyagokkal, az pont a függőségek megszüntetésére irányul, és a kokain az egyik legerősebb függőséget okozó szer, mert hogy nagyon erősen dopamin, így kinyomja szépen a dopamint a sejtekből, és ezért általában ezek állatkísérletek, tehát hogy bekokainozott egereknek próbálnak adni különböző szereket, és azt nézik, hogy melyik hat a függőségre, meg az újraadagolásra a legjobban. Azt hiszem, hogy Svájcban például a Zürichben vannak ilyen kísérletek jelenleg, de ezek kifejezetten a kokain ellen, vagy hát a kokainról leszoktató terápiára irányulnak. Egyébként nem tudom, a kokain az valószínűleg túl gyors hatású, és túl erős, és túl dopaminerg, és túl jutalmazó ahhoz, hogy például kognitív funkciójavítónak lehessen használni. Biztos az alatt, a rövid idő alatt valószínűleg javulnak a funkciók, hogyha azok dopaminerg alapúak, de így az újraadagolási sóvárgás miatt valószínűleg ez nem egy hatékony szer így hosszabb távon. Csak annyi a követőt is elmondanád, de hogy a kokainnak ugye nem, de a kokalevélnek, amiből ugye a kokain készül, annak azért van egy komoly reneszánsz a szintén most Dél-Amerikában, például Bolívia, ahol az alkotmányba beleírták, hogy a kulturális örökségnek a része a kokalevél, és most már elég sokféle terméket készítenek kokalevélből, ami ugye viszonylag alacsony hatóanyag tartalmú termékeket, ami egyébként abban a szempontból is érdekes, hogy a 20. század elején még voltak forgalomban olyan üdítőitalok, amik alacsony kokain tartalmúak voltak, Coca-Cola például, ami egészen a 10-es évekig tartalmazott kokaint, tehát a dózis sem mindegy, tehát hogy valószínűleg ezek az alacsony kokain tartalmú termékek, ezek szerintem vissza fognak jönni. És ehhez igen, valami ilyesmit akartam mondani, egy sámánt megkérdezve, ezt az Ede mesélte, hogy megkérdezte, hogy mit keverne szívesen az ayahuasca főzethez, és ő azt mondta, hogy kokalevelet, szóval, hogy ceremoniálisan is hozná ezbe. Illetve Prágában volt egy grafikon, ami a liberalizmust nézte azzal kapcsolatban, hogy pszichedelikumok, és a LSD pszilocibinnél így ment föl a görbe, a kokainnál hát ilyen alacsonyan tendelt, az alkohol az természetesen az ment lefele.
Szóval, hogy valamit azért ott is lehet, hogy lehet azzal foglalkozni, de ugye nem tudjuk például, vagy hát én nem olvastam, hogy Freudnak erről milyen írásai voltak. Lehet, hogy ő is valami jó terápiás használatra már így meg is írta, csak ez még annyira nem köztudott. Az MDMA-hoz meg annyit, hogy lehet azt hallani azért, hogy valakinek utazást indít be, vagy képek, víziók jönnek. Ezzel pont egyébként a Bazsival beszélgettünk Prágában. És én azt úgy magyaráztam, hogy ugye mivel ez az érzésekre hat, empátia érzések, és hogyha valakinek ott van elakadása, vagy ott vannak emlékképek, amelyek, vagy a tudattalamban azzal dolgoznia kell, akkor lehet olyan szimbólumokat küld, amelyekkel ezt meg tudja oldani, de ez már csak az én magyarázásom, vagy belemagyarázásom. Meg gondolom, dózistól is függ, azért egy nagy dózisú MDMA-nál azért gyakoribbak a következő kérdés. Még volt, mintha lett volna egy kéz a magasban. Á, itt is van. A stream kedvéért megismétlem a kérdést, tehát, hogy volt-e arra eset, hogy DMT-t adtak vak, tehát nem látó embernek. Tudtok erről? A DMT-vel igazából csak egy ilyen nagyon alapos kísérlet sorozatot végeztek még a 90-es évek elején, közepén, ez a Rick Strassman féle kísérlet volt, de hát ez is, mint minden klinikai kísérlet, egészséges alanyokat használ, és ez egy nagyon-nagyon speciális célcsoport, és igazából mivel érdekes lenne tudni, hogy oké, akkor nekik vannak-e vízióik, viszont mivel ezt nem lehet kötni semmiféle gyógyászati alkalmazáshoz, tehát még hogyha őket egy páciens csoportnak vesszük, akkor sem lesz utána nekik semmivel se jobb valószínűleg, csak mi tudunk meg érdekes dolgot. Tehát ez inkább alapkutatás, és nem annyira ez a gyógyászati alkalmazás, ezért én azt hiszem, hogy ezt nem nagyon próbálgatták. Még mintha LSD-vel lehet, hogy annóban csináltak volna ilyesmit, mert azért ott azért nem volt ennyire szigorú a kutatási protokoll és engedélyeztetés. Ennek lehet, hogy utána lehet nézni, hogy a LSD és a vakok témában volt-e valami, de ott is csak azt tudom elképzelni, hogy maximum ilyen néhány alannyal, és elég, lehet, hogy eléggé anekdotikus az is, ami van. Tehát olyan rendes, szolid kísérletsorozat, azt kis eséllyel lehet találni. De érdekes a téma, igen. Van még kérdés? Igen, ott hátul. A kérdés, hogy a Debrecenben Frecskádéig folytatnak DMT-vel kapcsolatos vizsgálatokat. Igen, de a debreceni DMT, illetve 5-MeO DMT kísérletek, azok sejtkísérletek. Tehát ezek neuroimmunológia, és ott végül is a sejteket locsolják meg ezekkel a cuccokkal, úgyhogy a buli az így nem, az elég kisméretű. Viszont itt az az érdekes, hogy tényleg, hogy a DMT-nek, hogyha ezek az antioxidatív tulajdonságai, ezek beigazolódnak, vagy az immunrendszert erősítő tulajdonságai beigazolódnak a sejteken, akkor van egy elég jó alap az hipotéziseket gyártani. Hát az edének már megvan a hipotézis erről az oxidatív stresszet kiküszöbölő hatásokról, de az, hogy ez eljusson oda, amit hát tegnap a Tilos Rádióban Gáborral itt reklámoztuk ezt az estét, és akkor eljutottunk a műsorvezetőkkel a DMT inhalátorig, amit minden mentőkocsiban természetesen majd lesz valamikor néhány évtized múlva, az azért még eléggé odébb van. Viszont érdemes követni a kutatásokat, mert ezek a saját szakterületökön belül nagyon jó minőségű kutatások. Szabó Attila és Frecska Ede és munkatársaik végzik. Én ezt csak annyit tennék hozzá, hogy a Levent említette, ezek ilyen sejtkultúrával vannak ezek a kutatások, és amit azért fontosnak tudok hozzátenni, hogy azért ezek a sejtkultúra kutatások, ezek jó arra, hogy hipotézis generáljanak, de azért az eseteknek a nagy százalékában, amit ilyen sejtkultúrákon bebizonyítanak, az nem működik embereknél. Tehát például most 250 felett van az olyan
különböző kémiai anyagoknak a száma, ami az Alzheimer és a Parkinson és az ehhez hasonló neurodegeneratív betegségeket vissza tudja fordítani sejkultúrákba. Például a 200 valamennyiből mindegyiket kipróbálták embereken, és egy sem működött. Tehát ugye beszéltünk, hogy vannak állatkísérletek, meg ilyen sejkultúra kísérletek, és ezek jó arra, hogy az ember bizonyos megérzéseket kapjon, de azért többször nem működnek, mint működnek. De mondjuk ezzel együtt valóban az edének nagyon érdekes hipotézisei vannak ezzel kapcsolatban. Remélem, hogy igaza lesz, csak szerettem volna megegyezni, hogy azért ezt nem szabad annak venni, hogy ez így is működik az emberben. A kérdés az, hogy Parkinson-kor és hasonló ilyen leépülős betegségekkel kapcsolatos kutatások vannak-e? Azt tudom, hogy a ayahuascával kutatják a neurongenezist, vagyis azt, hogy a neuronok azok agyképe feltáró módszerrel azt bizonyították, hogy ayahuasca során, vagyis hát DMT hatására neuronok keletkeznek az agyban, születnek újak, ami ugye végül is hát ebben a kutatásban azért fel lehet használni. Azt hiszem, ezek egérkísérletek voltak, ez a Jordi Riba féle, ugye? Csak hogy jó, oké, ezt csekkoljuk. A másik meg az, hogy ami alapvetően... Az Alzheimerről igazából nem tudom, de a Parkinsonnál biztos, hogy egy ilyen dopaminergikus leépülés zajlik. Viszont az összes ilyen halucinogén szer elsősorban a szerotonin rendszerre hat. Ebben nem vagyok egészen biztos, de azt hiszem, az a kutató, ez a Jordi Riba, akivel most is találkoztunk Prágában, és azt hiszem, hogy mondta is, hogy ez egy ilyen szerotonergikus neurogenezis. Tehát magyarul valószínű pont nem azokat a sejteknek a feléledését segíti elő, amelyek sérülnek a Parkinson során. Ezen kívül én nem tudok arról, hogy ezeket a szereket kifejezetten ilyen neurodegeneratív betegségeknek a kutatására használnák. A kérdés az, hogy bár keletkeznek új idegsejtek, ezek tudnak-e is integrálódni? A rövid válasz az, hogy nem tudjuk, mivel jelenleg ez ilyen egereknek az agyát felszeleteljük, és utána van egy ilyen különböző ilyen színező technikák, azzal megnézzük, hogy ott van a sejt, de nagyon hamar azok a sejtek elhalnak. Tehát igazából valószínűbb, hogy igen, de erre olyan igazi, kemény magos bizonyítékunk nincsen. Igen, mert nem lehet előtte is, meg utána is felszeletelni az agyát, igen. Érdekes kérdés, ez egy érdekes módszertani probléma, hogy ezt hogy lehet akkor megoldani tényleg, vagy látjuk-e valamivel, hogy azok most ott új sejtek, amik mondjuk az ayahuasca vagy DMT hatására keletkeztek. Érdekes kérdés, de ez valószínűleg nagyon az elején van még ez az egész kutatás. Hogy igen, elején van, viszont ezzel további kutatások lesznek, ez is fel volt sorolva a Beckley Foundation listáján, hogy ezzel akarnak tovább foglalkozni. Még kérdés valakiben? Magyarországon milyen kutatócsoportok vannak? Köszönöm a kérdést. A magyarországi kutatásokat azt a jelenleg általam elnökölt multidisciplináris társaság a pszichedelikumok kutatásáért nevű egyesület próbálja összefogni. Jelenleg ez arról szól, hogy csak összegyűjtjük azokat a kutatókat, akik egyáltalán érdekeltek ebben a pszichedelikus témában, akár a neurobiológiai, akár a pszichológiai vagy egyéb tudományok oldaláról. Hát ez jelenleg itt Magyarországon elég bonyolult. Ez az említett debreceni kutatások talán az egyetlen, ahol sejteken van ez a DMT, 5-MeO-DMT vizsgálat. Állatkísérletek voltak korábban is, tehát az mondjuk úgymond annyira nem durranás, de hát ezek mondjuk a
az előző érában ezek a kutatásokat úgy kell elképzelni, hogy a patkánykának beleinjekcióznak a gyomrába egy hatalmas adag MDMA-t, és akkor utána megfigyelik, hogy hány kört rohan, és utána így odafekszik a másik mellé, és kipurcan. Tehát ez, és utána persze be lehet bizonyítani, hogy az MDMA kills. Tehát ez körülbelül ez a színvonal. Itt próbáljuk egyrészt az engedélyeztetési folyamatot valahogy előrevinni, ami hát elég bonyolult, többek között azért, mert mivel nem voltak itt korábban ilyen jellegű kísérletek, ezért igazából azok az állami hivatalos szereplők, akik az engedélyeztetésben érintettek, ők se tudják, hogy ezt hogy meg mind kéne csinálni, és ezért hát magyar bürokrácia kedvenc módszere szerint, hogyha kérdezünk tőlük valamit, akkor mi tök másra válaszolnak. Ez egy ilyen tologatási dolog, tehát hogy nagyon nehéz előre menni ebben a kérdésben. Próbálkoztunk már olyasmivel, hogy rákérdezni, hogyha még hogyha bizonyos hatóanyagok tiltólistán is vannak, de a hatóanyagokat tartalmazó növényi részek, különböző kombinációi, őrleménye, szárítmánya, összefőzött trutyója, stb., hogy ezek akkor valójában minek minősülnek, és engedély kell-e az ahhoz, hogyha mondjuk mi nem a tiszta hatóanyaggal próbálkozunk az alanyokon majd valamikor, hanem ezekkel a igazából hatóanyagként nem ellenőrzött anyagokkal. Erre se sikerült választ kapni. Most sajnálatos fejlemény volt most egy nemrégiben, hogy a Magyarországon tiltó listára került, illetve hát az új pszichoaktív anyag listáról kábítószerré átsorolásra került az ibogain és a szalvinorin A, és ez sajnos azt jelenti, hogy még jobban megnehezednek a kutatások, mert ezekhez akkor megint nagyon külön engedélyt kéne szerezni, hogyha ezzel próbálnánk valamilyen kutatást. LSD és a többi természetesen ugyanúgy kábítószerlistán van, mint eddig is, ami persze nem akadályozza a hivatalos kutatásukat, de szintén nem egy karrier álom egy kutatónak, hogy akkor most elkezdjen egy hatalmas munkával felderíteni, hogy akkor most hogy is kellene ezeket valahogy engedéllyel kutatni. Úgyhogy jelenleg az folyik a magyarországi pszichedelikus kutatási szcénában, hogy próbáljuk kinevelni a következő generációt. Ez a pszichológiai oldalról sikerült elég jól, tehát például a Károli Egyetemen a pszichológia szakon most már egy olyan 20-25 hallgató legalább, aki ebből a témából vagy bachelor vagy master szakdolgozatot készített, és az ő témavezetésüket próbáljuk például előrevinni. Tehát az a lényeg, hogy legyen olyan igényes szakmai munka, ami esetleg megalapozza azt, hogy később majd esetleg ezeket a fiatal kutatókat bevonva talán valamit nagyobb tömegbe előre lehessen vinni. Láttam valakit. Az első kérdés a tanulás és a pszichedelikumoknak a kapcsolata, illetve a második kérdés pedig, hogy az ego kikapcsolásáért felelős agyterületek és a pszichedelikumok. Először a tanulásos kérdésre válaszolnék. Pszichiáterek sokszor meghozták ezt a párhuzamot, hogy az ember nagyon sok mély élményt szerez gyermekkora során, amelyek később meghatároznak bizonyos viselkedés mintáit, és a már sokszor említett Timothy Leary-nek van erről több publikációja, hogy a pszichedelikus élmény is egy ilyen, egy ugyanilyen mély élmény, tehát hogy a
kritikus állapotban megszerzett élmények, azok hasonlítanak a gyerekkori emlékekre abból a szempontból, hogy később jóval nagyobb kihatásuk van. Most az, hogy akkor az agy úgy működik jobban, mint a gyerekeknek, hogy több terület kommunikál egymással, ez valamilyen szinten igaz, csak itt az a nagy baj, hogy igazából, hogyha most így normál állapotban beteszünk valakit ilyen különböző ilyen képalkotási eszközökbe, azért ugye az agy nagy része úgy mindig valamilyen szinten kommunikál az agy többi részével. Tehát ugye ezt így nagyon-nagyon nehéz így kibogozni. Meg amit hozzátennék itt, hogy ami kifejezetten ezek a mostani modern képalkotási eljárások kutatásról, ez szerintem ebben, hogy pszichedelikus szerekkel, ez egy icipicit sántít. Abból a szempontból sántít, hogy például, ami most kijött áprilisban az LSD-s kutatás, ugye, hogy rengeteg ilyen képalkotó eljárással megvizsgálták, hogy a paciensek bevettek 75 mikrogram LSD-t, ami igazából egy ilyen, hát jó, jók a színek, de ugye ennyi. Tehát, hogy ez nem egy ilyen pszichedelikus állapot igazából, mert az egy ilyen, hát a küszöbérték felett van, de nem sokkal. Tehát, hogy igen, ezt egy nagy direltúrral bejelentették, hogy megfejtettük az LSD-t, meg a pszichedelikus élmény, de igazából ilyen nagyon olyan minimális volt az az adag, hogy szerintem azt senki nem nevezné pszichedelikus élménynek. Ami meg ezt az ilyen ego dissolution dolgokat illeti, itt azért ez fontos, hogy igen, itt van egy olyan, ez a default mode network, amiről valóban beszéltek a videóban, és hogy valóban, hogy ennek a dezintegráció, tehát hogy mennyire kevésbé korrelál az aktivitása a különböző elemeknek egymás között, ez korrelál azzal, amit ego dissolutionnek hívnak. De azért itt az fontos hozzátenni, hogy ugye itt ilyenkor kitöltenek ilyen ego dissolution questionnaire-t, és azért ugye, hogy ez mennyire egy ilyen kvantitatív kutatásnak felel meg, az megkérdőjelezhető. Meg ugye itt ilyen, jönnek aztán ezek az ilyen klasszikus ilyen metodológiai problémák, hogy ezekben a kutatásukban mindig csak ilyen korrelációkat látunk. Tehát, hogy az LSD élmény korrelál azzal, hogy itt meg ott felmegy az aktivitás, és akkor mi van? Tehát, hogy amikor ezt a mostani LSD-s cikket olvastam, ami áprilisban jött ki, nagyon lelkes voltam, amikor kezembe vettem, és hogy olvastam a cikket, így egyre jobban elfogyott a lelkesedésem azért, mert ezek ilyen nagyon-nagyon leíró jellegű dolgok. Ugye az a baj, hogy alapvetően az, hogy hogyan keletkezik az agyban a tudatállapot, erről nagyon keveset tudunk önmagában. Tehát onnantól kezdve, hogy van egy probléma, amiről nem tudunk semmit, ráteszünk 500 mikrogram LSD-t, és akkor még kevesebbet tudunk róla, és igazából csak ilyen összehasonlító dolgokat tudunk, hogy ez jobban korrelál azzal. De igazából nem tudjuk így az egész, nincs egy elmélet. És akkor ilyenkor, amikor van a discussion része ennek a papernek, és akkor ott nagyon levezetik, hogy mennyivel aktívabb a vizuális kortex, és hogy akkor emiatt van az, hogy aktívabban, tehát hogy vannak ezek a vizuális hallucinációk. De úgy mindig nagyon könnyű a tudományban megmagyarázni valamit, hogyha tudod, hogy mi lesz a végeredmény ebben az esetben az élmény. Tehát hogyha valaki ránézne ezekre az agyszkennekre, az égvilágon meg nem mondaná, hogy itt milyen élmény fog hozzá társulni. Csak az, hogy tudjuk, hogy mi az élmény, tudjuk ezeknek az eredményeit, és aztán így ezt össze lehet fűzni egy ilyen szép kerek sztorivá, de ez nem ugyanaz, mint a predikció. Tehát, hogy ebben van egy ilyen, jelenleg azért ez a pszichedelikus kutatás, ez egy ilyen, ebben van egy ilyen sztori mesélési vonal, és ebben nem a pszichedelikus kutatási vonal a hibás, hanem az, hogy az agykutatás még nagyon gyerekcipőben jár. Pont most a Franz Wollenweiderrel, aki azt hiszem az egyik legnagyobb, vagy nagy név minden esetre a szakmában, ő is ott volt ezen a konferencián, és pont arról beszélgettünk így egy körbe páran, hogy az igazából a baj úgy általában az agykutatással, hogy igazából nincsenek elméletek. Tehát az agykutatásban van 1000 elmélet. Vannak a memóriára elméletek, azok vannak, amelyek a molekuláris szintet írjákra, vannak, amelyek a sejtszintet, van, amelyek hálózati szinten, de hogy ezek az elméletek így nincsenek összekapcsolva. Tehát onnantól kezdve, hogy nincs igazából egy valami normatív elméletünk arra, hogy hogyan lesz az agyból elme, meg ezekről, innentől kezdve így nagyon nehéz így ezt a pszichedelikus dolgot így belehelyezni, és ez csak így önmagában az 1001. elmélet, amelyik ugyanúgy nem csatlakozik a másik 1000-hez, mint ahogy azok sem csatlakoznak egymáshoz. Ja, még azt akartam mondani, hogy viszont ebben a témában a Robin Carhart Harrisnek az aztán pont egy open access article, őneki van egy olyan cikke, hogy The Anthropic Brain, valami ilyesmi a címe, és azt pont
ebben a témában egy ilyen eléggé jó, ilyen nem nagyon hardcore leírás a kutatásoknak. Szóval azt mindenféleképpen ajánlanám, hogyha ez Robin Carhart Harris és Anthropic Brain, valami ilyesmi lesz. És akkor ez a Frontiers of valami neuroscience-ben van. És azt hiszem ez egy ilyen open access, tehát hogy... De ha nem, akkor meg a... Melyik az orosz hacker oldal, ahol minden cikk megvan? Átmásolom neked, itt van. Ez nagyon érdekes. Ja, az első része a tanulásos dolog, hogyha ezen ilyen olyan tanulást jelentesz, hogy leülünk, bemagoljuk a tankönyvet. Az egy másik téma, az a cognitive enhancement, az más típusú szerek általában, mert a pszichedelikumok inkább ezt az effektet adják, hogy a berögzült sémákat, meg a racionális kognitív dolgokat, azokat inkább szétszedik, és akkor inkább ez a kreativitás típusú tudatállapot az, ami létrejöhet. A cognitive enhancement az viszont pont az éberség ösztönzése, meg a hát ilyen dopaminerg dolgok, figyelem, stb. Összeszedettség, azok tipikusan nem ilyen szerotonerg dolgok, hanem az egy egész más ilyen szerkategória, úgyhogy pszichedelikumok erre nem használnak, az más szerek, nem tudom, mivel most modafinil jut eszembe, meg lisdex amfetamin, meg nem tudom, összes ilyen piracetam, nicergolin, stb. Tehát azok más típusú téma. Csak ennyi van nálam. A fejembe. Ja, a fejembe. Ja. Szóval a másik kérdés nagyon érdekes, ez a tudatkutatás és a pszichedelikum kutatás összefüggése, aminek egyrészt nagyon örülök, mivel hát én még több mint 10 éve a tudatkutatás oldaláról kezdtem, és akkor onnan navigáltam bele a pszichedelikum kutatásba. Persze azt akartam, csak akkor még a tudatkutatásban nem volt benne ez a pszichedelikus téma, és ezért így tök jó, hogy például a Robin Carhart Harris, aki tényleg egy ilyen zászlós hajója, meg ilyen kis szupersztárja a kutatásoknak, hogy ő is hozzászól ehhez a témához a tudatkutatás oldaláról, holott ő egy pszichedelikus kutató. A másik, ami persze ebben nem tetszik, hogy most a tudatkutatásba belejött egy csomó olyan új arc, akikről én nem hallottam korábban, tehát mondjuk több mint 10, 11, 12, 3 éve járok, gyártam tudatkutatási konferenciákra kifejezetten, és ott nem volt jelen ez a pszichedelikus téma, és azok, akik most így hozzányúlnak ehhez a pszichedelikumokon keresztül a tudatkutatás témához, nekik érzésem szerint nincs meg az a hátterük, ami a tudatkutatáshoz szükséges lenne. A tudatkutatás az nagyon egy multidisziplináris vagy interdisziplináris terület, onnan igen erős filozófiai háttere van például. Tehát ez például, amit itt a Bazsi bedobott, hogy agy és elme, na hát az agyat meg az elmét egy mondatba foglalni eléggé bonyolult filozófiailag, mert hogy mi a viszony a kettő között. És tehát, hogy itt kell lenni egy valamilyen filozófiai kiindulási pontnak, meg ennek egy hatalmas háttérirodalma van, és ez szerintem a mostani pszichedelikus kutatók azért nem olvasták magukat ennyire bele a témába, csak ez ilyen nagyon jól hangzik, hogy consciousness, és akkor most ezt így lehet nyomatni. Ettől függetlenül ez az Anthropic Brain, ez elég érdekes elmélet. Ezt konkrétan az absztraktját azt lefordítottam magyarra, mert a egyesületünk, a hosszú nevű, még a weboldalon voltak ilyen rövid összefoglalók a legfrissebb kutatásokból, most nem tudom, hogy a weboldal éppen éle vagy nem, de minden esetre a Facebookon megtaláljátok a pszichedelikus kutatótársaságot, azt hiszem facebook.com/pszichedelikum vagy pszichedelikumok, meg weboldal is van, vagy elvileg kéne lenni. Úgyhogy ezeket közreadjuk ezeket is, amik a pszichedelikumok és a tudat közös kutatási területei. Van egy srác, aki most azt hiszem Japánban van, és neki meg van az egyik ilyen, na ő tényleg ért a tudatkutatáshoz az elméleti oldalról, mert van egy ilyen Information Integration Theory nevű tudatmodell, és ő ezt bővítette ki a pszichedelikumokkal, úgyhogy ezt próbálja integrálni, hogy a pszichedelikumok azok hogyan illenek bele, vagy hogyan magyarázzák, vagy erősítik ezt az Information Integration Theory-t. Tehát, hogy ilyeneket lehet találni, egyre jobban összekapcsolódik a két oldal, csak mint a Bazsi is mondta, az mondjuk nem elég, hogy van még egy új elmélet, és akkor ez olyan, mint amit mondtál, hogy az elméleti fizikával, hogy mindenkinek van egy elmélete, és akkor mindenki ír róla egy könyvet, és utána ugyanott vagyunk. Szerintem kutatói részre így mindent elmondtak. Én újra kiemelném, hogy majd a tudomány egyszer utoléri a természetet,
illetve azt is, hogy ugye még nem tudjuk, hogy a tudatkutatás, hogy az agyfeltárás, hogy ezek a képalkotások még igazából azt is keresik, hogy mi az az ego, vagy hogy hova lehetne tenni az egót, és hogy ugye amíg ezt sem tudjuk, addig ugye nehéz azt mondani, hogy itt ego dissolution alakult ki, következtetések, percepciók, kérdőív kitöltések, ezek történnek, illetve azok is történnek, például a sámáni szertartásoknál egy jó sámán, vannak ilyen beszámolók, hogy azt élik meg, hogy igenis belenyúlt az agyamba, ott operált valamit, kivett, ide tett, oda tett, és kijöttem. Szóval, hogy ezek nagyon érdekes dolgok, amik itt zajlanak, talán egyszer, sőt, hát én remélem azért egyszer ezekre így fény derül tudományos oldalról is. Lassan lejár az időnk még esetleg, hogyha van valakinek kérdése, akkor egyet. Az lenne a kérdésem, hogy akik most itt vannak, azok mennyire éreznek még arra valamilyen energiát, hogy esetleg egy későbbi az Egyesületünk által szervezett ilyen hasonló jellegű, de egy nagyobb helyre szervezett eseményen részt vennének, vagy elég volt ez így egy alkalommal? Tehát mondjuk, ha felteszi az a kezét, aki eljönne szívesen még egy ilyen vetítéssel, vagy ilyesmivel egybe kötött kerekasztal, vagy hasonlóra, jó, akkor nagyobb helyet fogunk kibérelni. Kövessétek a multidisciplináris társaság oldalait, és a Drug Reportet pedig természetesen köszönjük, és előre gondolom reklámozni fogják ezt az eseményt, mint kapcsolódót. Ettől függetlenül még folytathatjuk a dolgot. És köszönöm, hogy eljöttetek, és ha követitek a Drug Reportert Facebookon, akkor biztos, hogy majd ezt az eseményt is bearangozzuk, illetve ez a Drug Reporter filmklub is fog majd folytatódni. Talán gyógyászati marihuána, vagy valami hasonló téma lesz majd legközelebb, azt is majd beharangozzuk. Köszi szépen, hogy eljöttetek, és végigültétek a tömegben.